Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes videót láttunk Robbie Williams-el kapcsolatban. Szerintem sokan látták már, ugyanis feltette a YouTube-ra, megosztotta rengeteg helyen. És ez a videó arról szól, hogy ugye a szülőszobában van Robbie Williams, és a nejével, aki egyébként közben vajúdik, és folyamatosan énekel, és egyfajta táncműsorral próbálja enyhíteni szerelme fájdalmait, aki egyébként látszik ebben a videóban, hogy a pokolba kívánja az egészet, leginkább az, hogy Robbie énekelje neki, nyilván a saját számát énekli, persze mi mást énekeljem. Hát. És miközben asszonykája vajúdik, ő vidáman letámasztott egy videót az egyik sarokba, és felvette, ahogy táncol, énekel, és próbálja enyhíteni vajudó felesége fájdalmat. Mondjuk lehet egy picit igényesebb is, mert egy playbacket tol a saját feleségének, azt gondolom, hogy azért erősen hakniszagú a dolog, de azért, hogyha belegondolunk, hányan tennénk össze a kezüket, már akkor inkább úgy mondom, hogy hányan tennék össze a kezüket, mert én azért nem vagyok egy nagyon nagy Robbie fan, csípem, de azért annyira nem, hogy nekik egy exkluzív Robbie Williams koncert a szülőszobában vagy bárhol, hát mekkora presztízs értéke van ennek. De tényleg playbacket? Ez most kiábrándít. Hát, ez szerintem az az. Playback? Persze. Komolyan? Persze. Negy alatt a rendezzene. Hagyjuk is ezt a hírt. És ott hallod? Én azt hittem, hogy ő ott valójában letett egy kamerát, és énekelte. Micsoda minőségről. Már a feleségének is csak playback. De várjál, akkor ő megnézte, hogy asszonykája vajudik, letámasztotta a kamerát, elindította a dalt mondjuk a telefonjáról, YouTube-ról, és ő ráénekelt a saját dalára interneten keresztül? Mert az nem gondolnám, hogy ő berakott egy CD-t, bár amilyen szülőszobákban ők azért szülnek, hát ott gondolom, hogy egy ágyas szoba, videó, CD, Bluetooth, tehát ott minden van. És akkor berakta a saját dalát, igen, és ráénekel. Így van. És kérdezik, hogy a saját dalára ráénekel. Come on. Let's go. Egyébként ez konkrétan benne van a felületen, ezt tetszettek a legjobban, mert ez is. De hát ez így megy, srácok. Hát mit csinált volna? Összeszervezett volna egy, tudom én, egy 3-4 fős ilyen kis akusztikus csapatot mögé, és akkor, na figyelj, intette azt is, hogy 2-3. Na jó, de nem gondolna az ember, hogy playback-el. Hát azt gondolod, hogy lerakja a kamerát, és énekel valamit. Maga rumbatökkel játszon addig. Vagy bejátsza csak a zenei alapot, és akkor arra ráénekeld. A playback az kicsit elvesz ennek a szépségéből. De a dolog önmagában helyes. Hogy nagyon helyes. Hogy próbálta enyhíteni kedvese fájdalmát. Aki az egészből valószínűleg nem fogott fel semmit, csak azt érette, hogy egy dologgal több, ami iszonyatosan zavarja, meg kikészíti abban a pillanatban. Hát látszik, hogy rettenetesen szenved. Igen, hogy rettenetesen szenved. Az is látszik, hogy néha ránéz Robira, és próbál egy ilyen félmosolyt küldeni neki, de látszik, hogy közben tényleg a pokolba kívánja az egészét, rettenetesen vajudik, ez a hülye meg közben ugrál és énekel. És közben még ugye azt is tudja a hölgy, a Robi felesége, hogy ez gyakorlatilag 5 millió ember nézi a világhálón, vagy nem tudom hány követője van Robinak, tehát még ez is benne van. Igen. És viszont a gyereknek mekkora csemege lesz majd. Apád milyen jó fej volt, akkor is. Apád milyen jó arc volt, igen. Na, és arról szeretnénk SMS-eket kapni hallgatóinktól, hogy egyrészt kinél hogy ment ez a dolog, férfi szemszögből is érdekel, és női szemszögből is maga a történet, amikor ugye konstatálta a férfi ember, vagy hát ezt ugye inkább a nő konstatálja, hogy indulni kell, elfolyt a magzatvíz, ugye megvan ez a bűvös mondat mindenkinél, hogy drágám, fogd a cuccot, amit előre elkészítesz, mert hogy elfolyt a magzatvíz. És innentől kezdve indulnak a bonyodalmak, amikor a férfi vagy nem érti, vagy félreérti, vagy azt hiszi, hogy a nőnek pisilnie kell, vagy nem érti, hogy mi az a magzatvíz. Bemennek a kórházba, a férfi esetlenkedik, vagy nem esetlenkedik, otthagyja a kamerát, vagy éppen egészen közelről próbál kamerázni, ami idő után azért kellemetlen. Tehát érdekel minket mindkét oldal, hogy a női hallgatóink hogy élték meg ezt a dolgot, mit csinált közben életük szerelme, hogy próbálta enyhíteni a fájdalmat, és mit csináltak a férfiak, akik közben szerintem a legtehetetlenebbek, hiszen ott van életük szerelme, aki vajúdik. Segíteni nagyon nem tud, zavar van, vagy próbálod az egészet valamivel oldani, vagy hülyeségeket beszélsz, vagy te jobban izgulsz, vagy elvágódsz, vagy fogod a kezét, vagy üvöltözöl orvosért, és már látod a gyereket szinte kibújni, és még mindig azt gondolod, hogy nincs ott orvos, közben még nem történik semmi, és van 6 óra vajúdás.
Tehát ez mindenkinek egy maradandó élmény. Akár így történik, akár úgy. Nagyon köszönöm, hogy az egész ülésünket lefestetted. Tehát de tényleg az elsőt, a Panna születése, az konkrétan így volt. Én fölkeltem reggel, hajnalban mentem akkor is dolgozni, és akkor jön ki a béka, és valamit mondott. Én fogkefével a számban félig alva még álltam a fürdőszobában, mondtam, mindjárt kimegyek, gyere pisilni. Kijöttem a fürdőszobából, és ő ott áll, és nem megy be, és most ideges voltam, mondom, nekem sietni kéne, hadd mossak már fogat, menjél pisiljél, feküdj vissza aludni, és akkor értettem meg, hogy ő azt mondja, hogy elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tehát pisilésre nem volt szó. Ezek után elhaladtunk még valami papírért az anyósomhoz hajnalban, akkor egy ilyen kis kör, majd elmentünk a kórházba, és miután az anyósomékat felhívtam, hogy azonnal hozzanak egy fényképezőgépet, mert az első gyerekünket hát csak meg örökítjük, akik elfelejtették otthon, kiderült, hogy az én kabátom zsebében volt a fényképezőgép, tehát ugyanez minden évben. Be voltál, teljesen kész voltam. Pszichotikus állapotban voltál. Utána még onnan mentem az egyik nővérkéhez, hogy tudom, hogy nekem be kell öltözni ilyen gumiruhába, vagy ebbe a műanyagba, tudod, vagy kék, vagy zöld színű, és zöld, mondtam, igen, hogy nekem adjanak valamit. És ő válaszolt valamit, és tovább ment. És én elkezdtem üvölteni, hogy engem ne hagyjon itt, adja ide azonnal azt a kék műanyag ruhát, mert én be akarok menni. És akkor mondta, hogy az előbb mondtam, hogy ott van az automata, és 500 forintot tessék bedobni, akkor megkapja a ruhát. Ilyen menő helyen szültetek? Ez nagyon menő. Ruha automata van, bedobsz 500-at és kiadja. Igen. Ruha automata. Egy baj van, hogy egy méret. Tehát, hogy nincs olyan, hogy X-i. Ezért hármat kérték. Igen. És a fejedre tekerted. És szigetelő szalaggal próbáltam összefogni őket, egy méret volt. Ez nem volt, ez különösebben menő, Uzsoki utcai kórház, ott van ilyen, 500-at bedobsz, és akkor egy ilyen steril zacskóban kiadja a rucit, azt te fölveszed magadra, és mehetsz beszülni. A legnehezebben kezelhető élethelyzet szerintem, mert minden élethelyzethez azért hozzászoksz. Tehát tudod, hogy hogy kell viselkedned, ha valakit meglátogatsz a kórházban. Tudod, hogy mi van egy születésnapi partin, tudod, hogy mi van egy temetésen, egy köszöntőn, egy keresztelőn, mert ugye mindegyike részt vettél már, és valahogy az ember beleszocializálódik, tudod? Talán a születés az egyetlen, vagy a családban az új gyermek érkezése, amit egyszerűen a saját izgalmattól se átélni nem tudtad még, hiszen az első. Hallottál már dolgokat, hogy ki mit csinál, de nem tudod, hogy mit kell csinálni. Lepróbáljátok egy csomószor, átbeszélitek, de az egész egy ilyen fura álomszerű valamiben történik, nem? Amikor ott vagy, emlékszel dolgokra, foltokban megvan, hogy csinálsz valamit, de ilyen önkívületi állapotban cselekszel, ugye? És nem egészen tudod, hogy van-e értelme annak a cselekménysorozatnak, amit éppen teszel, vagy segítesz ezzel, csak ilyen ösztönösen kapkodsz, csinálod, mész, segítesz, mondod azokat a mondatokat, amiket mondani kell, de valójában nem tudod, hogy mi történik. Nem? Fogalmad, és minden ilyen víziószerű. És minden ilyen kicsit víziószerű, bent vagy, fogod a kezét, jön az orvos, kiküldenek, visszamész, nem tudod, megkapod a gyereket. Fej van ott, ahol addig nem volt, és milyen vastagok a karjai. Érdekes, ezt nem néztem. Én például a videózást, megmondom őszintén, nem értem. Azt én sem. Tehát a számomra teljesen felfoghatatlan, amikor apukák egyébként, ugye hát hallottam baráti társaságokban is, hogy felveszik. És ugye konkrétan tudok egy olyan történetről, hogy ismerős, nem barát, ismerős, betérdelt a mama lába közé, és kiabált, hogy kint van a feje, és zoomolt. Na most autofókusz! Jaj, a blende! Na most nem is ez a lényeg, hogy te ezt ott felveszed, mert oké, hogy felveszed, hanem vannak karácsonyok, amikor a család majd leül és megnézi, hogy mi történt a mama lába között, érted? Megettük a diós beiglit, átadtuk az ajándékot, és most jöjjön Botondka születése, de jó lesz, nézzétek az ott a méhlepény, és a rokonság végignézi, hogy mama vajulik, tehát ezt te valamikor újra beteszed, mert az esküvő videót ugye a nők sokszor végignézi. De egy ilyen lábközé térdelt születési videót, azt kinéz végig? Azt nehéz. Hogy ezt minek csinálod, hogy ezt megnézed utána? Nehéz elképzelni, ugye? Hogy tényleg. Anyjuk nézd már, hogy ott a lányom, igen, vagy amikor csinál. Már sok karácsonykor megvolt, akkor már csak egy átlagos vasárnapi ebéd után is. Lefújtam a videóddal, megint ezt a kis petrezselyemes krumplit rántatúsan, anyám. Ugye? Tehát, hogy mikor nézed ezt vissza, mert hogy valaki áll a nő fejénél, és közben helyesen videóz, az jó. De tényleg sokan csinálják, hogy rázumolnak, hogy kim van a feje. És fölveszik az egész folyamatot. Hát azért azt ugye összejött a család szómaton, csak nem teszed be. Nem? Igen. Ugye? Hogy ez fura. És amikor Botondka hazahozza az első barátnőjét, és neki is megmutatják, hogy született Botondka, akkor van az igazi buli. Igen. És azzal elkezdenek. Nézd meg, akkor kis kukikája van, nézd már még egy gyúr, hogy te kis kukikája van, mint Botondkának te. Hallod a kis kukiká. És akkor tudod, hogy Jézusom, mama, papa, ne csináljátok már. Én arra emlékszem, hogy odarángattam magam mellé a szülésznőt, és csináltam egy maszkos fotót.
Fölvettem a maszkot, és valamiért úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot meg kell örökíteni, és valamelyik telefonomban egyébként ez a fotó még meg is van, hogy állok egy ilyen nagyon kedves szülésznővel, aki nem érti, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy én ott maszkban csináljak magamról fotót. Mögöttem látszik, ugye császár volt, de egészen az ajtó. Ja, kórházi maszkos. Mire nem gondoltál, nem hogy egy oxigén maszk? Igen, ne, hogy azt hittem, hogy mit tudom én érted. Gázalarm, hogy ízének VUK maszk, vagy nem tudom, valamilyen vidám farsangi maszkot tettél fel, hogy oldjad a feszültséget. Igen, beöltöztem, igen, bádog embernek. Igen, nézd már, itt van Totó. Na, ki vagyok? Apuka, üljön már le. Totó! Totó vagyok. Nem, ugye föl kellett venni ezt a zöld maszkot. Igen. És ez a fejkendőt, ez a hálót, hogy ne legyen a hajasod semmi egyébként. Azt te kérted, ne az ugye. Jó, igaz. Jó, azt tetszett, én még kesztyűt is vettem, és valahogy azt éreztem, hogy nekem ezzel a szülésznővel kell csinálnom, mégiscsak a Viki élete az ő kezében is van, érezze, hogy én azért így együtt érzek. Oda rángattam mellé, egy ilyen birkózó fogással rászorítottam a nyakára, azt mondja, hogy ilyen fejet vág, mert szorítom a nyakát, és gyorsan csináltam egy darab fotót. Mosolyog! Ez van, az egész születésről egy ilyen kép van. Milyen okos apuka, nem? Csinált magáról egy képet maszkban egyébként. De nem, valahogy ez a videózás, ez nem, a videó nem volt ez nem, ez nekem nem volt ingerenciám erre, hogy én ott videózzak. Én pedig biztos vagyok benne, hogy itt a zavarban, a feszültségben számtalan olyan videóktól kezdődik, ahol pont a maszkos apukát nézik az első 15 percben, mire rájön, hogy fordítva fogja a kamerát. Tudod? Hányan elvágódhatnak? Hány anyuka tartja egyébként az apukákban a lelket? Gondold el, szerintem nagyon sokan csinálják, hogy anyuka egyébként, aki vajúdik, és neki nyilván sokkal nehezebb fizikailag, lelkileg, hát a legnagyobb csoda, de a legnagyobb vizet, fájdalom is ugyanakkor. Szomjas, nem a férjem, a férjem. Elvágódott, elvágódott. Tehát rengeteg apuka lehet, aki kevésbé bírja a gyűrődést, és ugye nem tudod, hogy mire mész be. Tehát úgy csinálod végig a 9 hónapot, hogy ott leszek, kicsim, bemegyek én is, ott vagyok, fogom a kezed, de amikor ez valójában megtörténik, akkor véged van, ugye? Hát akik gyenge idegzetűek, vagy nem bírják a vért, vagy nem tudom, amikor ott megérkezik a kis... Hát azért ez egy tök komoly szituáció, hát a más esetben, hogyha mondjuk 3-4 férfit találnál a mesztelen feleséged mellett, azért azt gondolom, hogy az így szintén felzaklatnak. 3-4 férfit a mesztelen feleséged mellett, aki egy ágyon fekszik, egy más élethelyzetben azért ez kikészítene. De itt? De ott egyértelműen dühös lennél. Egy ilyen helyzet... Nem. Ott is keresnéd a videókamerát. Igen, igen. Na, van egy szülésznőnk, aki valószínűleg megjárt már nagyon sok esetet. Kriszta, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, te szülésznőként dolgozol? Jól mondom? Igen, én szülésznőként dolgozom 21 éve. Hát akkor, hát te most reggel 10-ig tudsz nekünk mesélni. Hogy hát általában kik a legnagyobb terhek, az anyukák, vagy inkább az aggódó, izguló és néha elájuló apukák? Kikkel van a több baj? Inkább apukákkal szokott lenni, meg a családdal. Ők, akik nagyon szurkolnak. Ők, akik szurkolnak. Van egy-két konkrét történetet, hogy mit kellett mondani az apukáknak, mit csináltak, hogy reagáltak, írtak-e valamit, videóztak? Milyen furcsa dolgokat éltél át a szülőszobában? Igen, hát többféle apuka típus van. Vannak, akik ugye nagyon felkészültek, nagyon készülnek rá, tervet készítenek, mi szerint fognak megérkezni, mi történik. Aztán az ellenkezője történik, és akkor nagyon meglepődnek. Aztán vannak, akik ugye nagyon felkészültek, és segítenek abban, hogy így vedd a levegőt, ezt csináld, azt csináld, és akkor ebből történnek a vicces esetek, mert akkor volt már olyan a példa, hogy anyuka azt mondta, hogy oké, most maradj csendben, túlélésre játszom. Édesem. De vannak apukák, akik elsajátítják a légzést, és azt próbálják diktálni anyunak, hogy kell lélegezni? Természetesen, és ebbe előbb-utóbb ők lesznek rosszul, majd elájulnak, és akkor így megpróbálják. Igen, mert lehet közösen ezeket a kismamatornákat is ugye közösen csinálni, és akkor itt ezeket az alapokat el lehet sajátítani. Azért ahhoz férfinak nagyon elszánnak kellene, hogy elmenjél egy ilyen kismamatornak. És most. De az azért nagyon kell, nagyon elszánnak kelleni. És akkor mit csináltok? Ki a fontosabb, a szülő, anyuka, vagy az elájult apuka? Vagy arra van egy külön tím, aki kihúzza apukát ilyenkor? Hát igazándiból ilyenkor anyukával szoktunk foglalkozni, apukát azért szoktuk mondani, hogy szolidan itt a sarokba, hogyha gondolja, foglaljon helyet, mert nem biztos, hogy tudunk vele túl sokat foglalkozni, és ott csendben a sarokban lecsúszik a fal mellett, és akkor ott nem okoz problémát. Hát nagyon szürreális lehet, hogy mama vajudik, néha esetleg kiabál, ordít, apuka meg így csúszik le a széken, és éppen ájul el. Nem is egyszerre két problémát kell megoldani. Hát igen, de ez azért elég ritkán fordul elő.
tehát nem annyira jellemző. Az előszokott fordulni, hogy apuka túlképzett, és akkor mondja, hogy nagy levegő, és toljad, nagy levegő, toljad, te meg odamész csendbe, és azt mondod, hogy ne, anyuka most ne tolja, apuka menjen ki. Mert én ilyen sztorit hallottam. Volt ilyen, de ezt nagyon sokszor inkább a kismamák oldják meg. Igyekszünk azért nagyon toleránsak lenni mind a két fél felé, mert azért valljuk be, ez apukának sem egy egyszerű helyzet. De volt arra példa, amikor apuka ez a nagyon szurkolok, nagyon megmondom, nagyon így, és ezt az anyuka egy ilyen jól irányzott, jobb egyenessel oldotta meg. Ne csináld, bevert egyet a férjének, tényleg? Komolyan, és akkor egy 5 percre csendet kaptunk tehát. Még a mamába is volt egy kis adrenalin, nem? Azért, amikor beversz a férjednek, azért ott is dolgozik az Sajna! És apuka elvágódik, tudod, mert a mama leüti, ott azért megvannak az erőviszonyok a családban, tehát apát nem irigyeljük annyira az otthon. Igen, otthon de szerintem, ha ti ezt úgyis végigéltétek, azért biztos néhány gyilkos pillantással találkoztatok ti is. Persze. Volt gyilkos pillantás, mondjuk az érészemről is. Mi bementünk, ezt elmeséltem már régen, de te szülésznő vagy, akkor tudsz ebben segíteni. Bementünk, hogy a Vikinek most már nem tudom, milyen hány perces fájásai vannak, de nagyon vajudott, meg tényleg nagyon fájt neki, de hát nyilván mindenkinek. És azt mondták, hogy hát jó, hát amíg nem jön az orvos, addig adnak egy algópirint. Az így természetes? Mm-hmm. Vagy ezt szokták adni? Ezen picit mi meglepődtünk. Mondom, miért nem kalmopirint adtok? Vagy egy kalcium pezsgő tablettát? Tehát az algópirin azért az nem segít már egy ilyen erős fájdalmon, nem? Hát ez nem jellemző, tehát nem az algopirin az, ami segíteni tud, tehát az már. Jó, mondjuk a sztorihoz azt tegyük hozzá. Üljük le, kint adnak egy algopirint. Balázs, azt tegyük hozzá, hogy ti az újszülött osztályra rongyoltatok be először, nem? Jól emlékszem, azt is, mert... Picit túlvezérelt voltam. Segítsek, igen. A feleségem ilyen. Nagyon jó apuk egy ajtóval arrébb. Nem voltam szimpatikus. Konkrétan az volt, hogy bementünk, igen, és az új, és nem értettem, hogy miért nem nyit, és fogja a Viki a karomat, hogy neki ez nagyon fáj, csináljak már valamit. Én meg rángatom az ajtót. Issátok már ki! 4-kor bezárt a büfé, Sebestyén úr, lerángassák az ajtót. Ott nem hiszed el, amikor ott van a vajudó feleséged, egy perc a világ végének tűnő, látod, görnyed, fáj, majdnem sír, elkezdem rugdalni az ajtót, annyira ideges voltam, hogy miért nem jönne ki a szülészeten, hát itt van a bajba jutott nő, aki mindjárt, és én egy ilyen álmos nővér, tudod, tapogatózza, jön ki, apuka, ez az újszülött osztály, menjen egyet fejre. Úristen, és már elkezdesz a saját valóságodba létezni. Viki, álljál már le! Hagyjad már, majd ezt elintézzel! Nyisd ki azt a hatajtot! Tudod, és ez nem is akkora kellemetlen, ugye, amikor az a nővér elmondja, hogy apuka, maga barom, menjen már egy félbe az újszülött, hanem amikor megérkezel a kis dedde, hogy itt vagyunk. És ugye ugyanaz a nővér jön veled szembe, aki 2 nappal ezelőtt, vagy 1 nappal ezelőtt, ugye látta, hogy agyorugdastad az ajtót, igen. Az mit jelent egyébként, hogy van olyan Krista, aki nagyon precízen készül a szülése? Mi táblázatot vezetnek? Vagy nem is értem, hogy értékelik a szülés? Vagy... Akár. Tehát a vajudásról nekem az egyik olyan volt, amikor azt is gondolom, hogy elég toleráns vagyok és türelmes, de akkor én is elgondolkoztam azon a mondaton, hogy most akkor lehet, hogy ezt abba kéne hagyni és kimenni, amikor apuka laptoppal érkezett meg, és gyakorlatilag a fájások sűrűségét, erősségét, hosszúságát egy Excel táblázatban. És akkor a végén volt egy értékelés? Vagy mit csinált ezzel az Excel táblázattal? Hát erről már nem tudok, de akkor sem igazán értettük, hogy ez most tulajdonképpen miért is fontos abban a pillanatban. Papa erősen műszak is volt, azért megérkezett a szülés egy Excel táblázattal, nem? Ennek a fájdalomnak még nincs itt az ideje. Nézzünk egy összehasonlító táblázatot. Az éves statisztika alapján a szülőnők 80%. Papa kicsit informatikus vonalon. Ebben a periódusban hasonló diagramokat produkál. Köszönjük, hogy telefonáltál, örültünk, hogy beszéltünk. Jó munkát neked. Köszönöm, sziasztok. Sok szülést. Köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Nagyon helyes történetek vannak egyébként. Én konkrétan elkezdtem felmosóval futkározni a hálószobában a magzatvíz elfolyása után. Féltem, hogy felhullámosodik a laminált padló. Milyen körül? Te vagy az én emberem. Nagyon jó. Ez nagyon szimpatikus. Ez a praktikus, racionális gondolkodás volt, ez a szívemig hatol. Aztán nálunk nem folyt el a magzat, viszont már szülési fájdalmaim voltak, a fájdalomtól letérdeltem és a pufra könyököltem. Erre a férjem megkérdezi, keresel valamit? Azért az is nagyon jó. Nálunk az orvos rászólt a férjemre, hogy őt is engedje már oda, amikor lehetett látni a fejecskéjét, letérdelt és ott gügyögött a fejecskéjének. Az milyen, amikor így megjelen? Mindjárt találkozott apuka, meg babuka. Az én férjem közölte, ez a legszebb, tartsd már vissza, amíg vége lesz a meccsnek.
Az milyen? Nyugodt apuka. Hát érted, nincs elég bajom. Mexikói futballvilágbajnokság, Dánia-Spanyolország mérkőzés, amit a spanyolok nyertek 5-1-re, mivel a meccs és a közvetítés 0 órakor kezdődött, apuka kérésére a pici lánya megvárta az első félidőt. Az nagyon menő, nem? Jó, nyugi, ülj már le. Mindjárt. Ezt még bevarjuk, érted? Kitömjük ezeket a majmokat, aztán mehetünk. Szülés csak hagyján, anyósom az anyja temetését videózta, majd az első randik egyinként megnézette vele. Jézus atya! És nézd meg az anyám temetését! Igen. Állok a szülőszoba előtt, kiszól a doki. Apás szülés lesz? Mire ér? Miért doki maga nem ér rá? De rohadt! De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! És hát megy az agyalás, hogy akkor mi legyen. Mit csináljunk, most jelmeznek. Mit csinálsz? Veszed, készíted? Nem veszem. Nem veszed? Nem veszem. Ott a csinálás a lényeg, érted? Mindenki, aki veszi, áruló. Elárulja a farsangot. Figyelj, meggyalázza a farsangot. Rettegek, hogy nincs a boltba oroszlán jelmez. Hallod, tud a gyerek itt? De hát ott a pont az a dili benne, hogy előtte napokig készülsz, hogy minden este a homlokodon csorog a Technokon Rapid, érted? Meg a homlokon minden... az izzadság csorog, miközben a cumit teszem be az egyikben a tápszert, a másik gyerek éppen, hogy játszak vele a fürdőkádba, a Viki mondja, hogy hozzam a cumit, és ide egyébként hozzak tiszta pelenket, nem állok neki fel. Hát akkor olyasmire nem kell állok, otthon is van. Elmész, itt az ülőin van egy kreatív bolt. Veszel egy méter kalapgumit, kérlek szépen, veszel egy oroszlán színű, ekkora nagy, ilyen vastag szálú pamutfonalat. Körbe rakod a fején a gumit, alul megkötöd. Rákötöd a izéket, a szőröket, levágod, két fület ragasztasz bele, és kifested a gyerek órát. Én úgy nézek ki, mint a kész van. Hát szerintem Feri erre akar célozni. De hát már megvan a feje. Megvan a feje. És kell egy... Marcellus válasz egy... Akkor miért van? Miért? Ugye, ahogy volt a ponyveregényben. Ennyi. Feri, nem. Most nekem erre nincs érkezése. Az a baj, hogy az OVI nagyon humánus, és azt mondja, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket. Nincs első. Volt szülő, el akartam menni, hogy ezzel nem felszólaljak, hogy kikérem magamnak, hogy nincs verseny a farsangon. De miért? Én rákes szülőként egy éve arra gyúrok, hogy megnyerjük a farsangi versenyt minden évben. Egyébként nem, az van, hogy nem nincs verseny, hogy ne legyen frusztráló azoknak, akik nem nyernek. Mindenki beöltözik, sütiznek, együtt vannak, játszanak, de nincs effektíve egy kiemelve, aki nyer. Az ilyen ötleteket azt kérdezi, aki két éve nem tudott már nyerni. És azt mondja, hogy szerintem ne legyen verseny, szerintem, mert de miért is? Feri, szólaltam a szülői, mondom, melyik szülő ezt kitálta, maradjon itt egy pillanatra, jó? Mert én viszont nyerni jöttem. Ennyi. Nekem a nyakamba akasztott anyám egy kötényt, a fejemre egy svájci sapkát, és én voltam a Schusterina. Azért régen, igen. Ha. Én évekig vagy Zorro voltam, vagy varázsló. Muter hol levette a csillagot a köpenyről, hol visszavarta. De jó. Persze, hát csillagosan varázsló vagy, anélkül Zorro. De a frusztráció lényeg annyi, hogy én mindig ninja akartam lenni. Srácok, nálunk mindig tudtuk, hogy ki nyer. Egyszer sikerült nyerni, akkor viszont ellopták a fél tortánkat, szerintetek. Hogy mindig tudták, tehát le volt osztva, hogy melyik szülő, melyik gyereke nyeri meg a farsangot. Az hát nagyon amit Jani mondott, a karbantartásért, érted, egy kis izé plusz pénzért. Először is köszönjük szépen az új nyílászárókat Kovács apukának. És most egy ötletes! Kovács Lajoska! Igen. Gratulálunk! Szép volt, szép volt! Egyszer cigi voltam, apám nem túl okos, írja valaki. Cigi is bonyolult. Te úgyis szereted a minimalista stílus, legyen a gyerek hókupac. Érted? Egy fehér lepedőre letakar. Te mi vagy, Beni? Hókupac. Igen, az lényegtelen, hogy te mi akarsz lenni, a lényeg, hogy anyád mi akar lenni, vagy miért akar téged öltöztetni. Anyukám tele volt kreativitással, voltam kacsa, a fenekemen párnával kitömve, aztán mobiltelefon, és voltam kibolyhozott csirke combcsont is, ami a hajába volt tekerve, mert ősember voltam, a rózsaszín macim volt nyársra tűzve. Tök jó. Van, ami nagyon durák. Anyám mindig hastáncos nőnek öltöztetett be. Túlsúlyos, nagyhasú gyerek voltam. Ez ment évekig, nem volt cing. Át, de hogy üdv, Rob. Azért, amikor anyád kitalálja, hogy legyél hastáncos nő, és bemész kicsit frusztráltan nagyhasú gyerekként, és akkor ott táncolnod kell fiúként, azért az is kemény. Tehát a mama nem volt tekintettel a gyerek lelkivilágára. A legrosszabb élményem a farsanggal kapcsolatban, hogy tini ninja voltam, egy hatalmas szűrővel a hátamon. De hogy gondoltok bele, egyébként tényleg mennyire frusztrált. Gondolj bele, hogy 5-6 éves vagy, és ennyire megmarad. Ha mondanod kéne még 3 emléket 6 éves korodban, nem biztos, hogy tudnád. De ki kellett állni emberek elé, nyomorultul érezted magad, hülyén érezted egy tészta szűrővel a hátadon magad, tudtad, hogy nem vagy tini ninja teknős, és megmarad.
mert ezek 5-6 éves gyerekkori emlékek, kevés minden marad meg, nem? Én is emlékszem a farsangra. Tehát, hogy valami olyan frusztráló dolog történik, hogy 600 szülő mindenki drukkol a saját gyerekének, hogy ez megmarad. Tehát ezt ugye ezt stresszként élted meg, akkor valószínűleg. De miért nem azért marad meg, mert nagyon jó élmény. Hát, de akinek tésztaszűrőt tettek a hátára, és elhitették, hogy tényleg nincs, én nem gondolnám, hogy neki ez olyan jó élmény. Én is voltam gyógyszerész, tehát csak mondom, hogy és na, vajon miért? Mert az édesanyám gyógyszerész volt, csak amikor bementem fehér klumpába, fehér nadrágba, fehér nadrágba és fővárosi gyógyszertári központ feliratú köpenyben, a kezemben egy ilyen lombikkal. Szerintem frusztrált voltál. Nekem kicsit most ezeket így halva, meg látva ezen SMS-eket, nekem tetszik, nem versenyeztetik. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Justin Bieber lesz kit hangja, gyerekek, a Knight Riderből. Na végre! Hogy lehet Justin Biebernek kit hangja? De nem egy mély érett férfi hang volt a kit, aki beszélt a Michaelhoz? De, hát a magyar, a én a szinkront ismerem, most a Justin Bieber, hogy ki volt előtte, azt én nem tudom. Nézzük, hát, de milyen kit lenni, Jani? Leginkább általános iskolás. Igen. Mert meg ezt csinálta. Meg ugye, hogy ment a kis, ment a kis fény, folyamatosan állandóan ezt csinálta. És komoly, de és beszélt is hozzá, hogy már Hello Michael, már is indulok, és ez egy ilyen mély hang volt hello a magyar. Hello Michael, már is indulom. Hát most nem így fogja mondani, nem? Cső Michael, hello, mi a pálya, haver, már megyek is. Megvan a külföldi hang, csak hogy meg tudjuk. Igen, hallgassunk. Knight Industry 2000's microprocessor. K-I-T-T for easy reference. Gyerekek, jobb a magyar. Sokkal. Jobb volt a magyar. Sokkal jobb volt. De ő még a régi, ugye? I am the Knight Automated Roving Robot. Car, if you prefer. I am the prototype of the car. Atya Isten. Én vagyok a prototípus. Ne nyomjál meg még minden gombot rajtam, légy szíves, jó? Fura, annyira tud zavarni egyébként, amikor azon színészektől elveszik azt a magyar hangot, akit te megszoktál. Ne? Most már egyébként nem csinálják. Régen volt divat, hogy ide-oda sodródtak ugye a külföldi színészek magyar hang szempontjából. Most már, ha valakit megszeretnek, vagy beválik, akkor általában a szinkron stúdiók azt az embert kérik fel. Nekem a Woody Allen volt a klasszikus, Kern. Ugye igen. Kern, és utána volt egy váltás egy pár film erejéig, már nem is tudom, hogy ki csinálta, és így nem értetted. Hogy ez meg hogy beszél? Halász Judi. És közben azért boldog, boldog minden esztének elte. Igen. Kik voltak a nagy klasszikus magyar hangok? Volt, nagyon sok. Revicki azért. Arnold. Revicki Arnold. Így van. Én imádom. Nagyon szeretem. És marha érdekes egyébként. De Revicki nem Gábor. Revicki Arnold hihetetlen. Ez a Revicki Arnold. Igen, igen. És Schwarzenegger Gábor döbbenetes. És a marha érdekes, hogy ők nem a tipikus példa, vagy ő nem a tipikus példája annak, amikor mondjuk olyan külsejű szinkronszínészt is választanak, mert sokszor előfordul, hogy megnézitek, igen, hogy van hasonlóság a két karakter között. Mondhatnám például Eduardo Noriega Rákóczi Ferenc. Hát érted. Hát azért érted. És azért bocsánat, tehát hogy azért egy George Clooney, miért nem a Rákóczi Ferenc szinkronizál? De most én, miért nem a magyar George Clooney? Szállj már le erről, valaki ezt kitalálta, adjál már. Például George Clooney talán Szabó Sipos Barnabás volt, ugye? A vészhelyzetben szerintem biztos. Aki neked kellene. Hát egy teljesen egyértelmű. Én George vagyok. Bocsánat. Hozzatok egy kávét. Na, azt megcsinálta volna azt a reklámot. Fú, az de jó volt. Georgi fiúval. Tudod, ez a patronos kávé. Vagy azért, melyik volt ez a piás, amikor ugye bementem erre a női bulira. Igen, ment mindig. És nem engedték be nem soha. Nem elvették a piát, köszönjük szépen, az kellemes volt. Állt. Igen. Na, összeválogattunk mi is egy-két jellegzetes szinkron hangot. Ugye, hát nyilván a színészek azért egyrészt büszkék arra, hogy ők szinkron hangok is, és hozzájuk kapcsolódik egy-egy híres karakter, egy-egy híres színész. Ugyanakkor valószínű teher, mert hogy azért ők szeretnek ebből kilépni, és ha egy szinkron színész hozzá kapcsolódott egy szinkron hanghoz, illetve egy személyhez, akkor ő azért még emellett színész is, és szerintem egy idő után hátrány, hogy mindenkinek az ütleszi, hogy ja, te voltál, te vagy. Ugye? Tehát gondolom, hogy egy idő után azért az inkább nyomasztó lehet. Észventúra, hív a természet. Igen, például, igen. Vagy hát tényleg nagyon sok mindenki van, aki ugye most már teljesen egyértelműen összekapcsolódik egy-egy színésszel. Hát nem tudom, én a Kautskit látom valahol, azért nem jut eszembe a Tom Cruise. Ő régen volt, őt elvették. Igen? Igen. Igen. Akkor pont nem jut eszembe a most már a Rékos, James Bond. Pont ezért vették el tőle. Ja. Nekem jutott eszembe. Ő nagyon sokáig szinkronizált a Tom Cruise szöbek között például, és most már egy hosszú ideje a Tom Cruise a Rékosi. Tehát a Mission Impossible meg az új filmek például Rékes, mert régen ugye talán a Becsületbeli ügy cég, stb. Koktél, ott viszont még a Kautsky Arman csinálta.
akkor ki csinált meg. De biztos, hogy van ilyen, hogy te hozzánősz színészként egyébként egy hollywoodi színészhez, és irigy vagy arra, ha egy szinkronrendező úgy dönt, hogy nem te, és elveszi tőled. Nem? Tehát egy idő után azért nyilván kialakul valamiféle kötődés. Miért nem én? Mi gondolkozom? Azt mondja, hogy Dörnernek voltak nagyon jó akciófilm. Bruce Willis, hogyne, többek között. Egy zseniális volt benne, tényleg. Tehát én imádtam. Én imádtam. Nagyon-nagyon jól passzolt hozzá. És egyszerűen csak a szinkronrendező föl kell, és azt mondja, hogy ma ne ő legyen? Lehet, hogy más karaktert vagy más karaktert. Én utálom, amikor például a Bruce Willisnek megszokod a hangját, és nem a szeretett szinkron színészet kapja. Itt az eredeti szinkronhoz nem kapcsolódik például mondjuk ilyen plusz költség? Tehát, hogyha már le van szinkronizálva a film, az nem drágá mondjuk egy tévócsatorna számára? Amikor azt mondjuk ő... Na, amit nem értek, amit most te mondasz, az újra szinkronizálás. Szerintem ez anyagi okra vezethető vissza. De miért? Azt neki kell fizetned még egyszer, ha te le akarod adni. Tehát én egy tévétársaság vagyok, 82-ben szinkronizáltak egy filmet. Én ezt most 2014-ben le akarom adni. Megőrülök annyi idegesítő. És tudod a dumákat a régi filmből, igen, és nem az ugyanaz. Új szinkronban nem azt ugyanaz van. Csinálják? És a szőr feláll a hátadon, igen. Na, arra gondoltunk, hogy mi is megszólaltatunk egy-két jellegzetes szinkron hangot, akik azért hangsúlyozom, nyilván nem csak szinkron hangok, hanem emellett kiváló színészek is persze, de hát hozzájuk köthető egy-egy nagy színész, egy-egy komoly karakter, és először itt van velünk, ha minden igaz, Kautsky Armand, jó reggelt kívánunk, hello Armand! Jó reggelt, sziasztok, hello! Oh, jaj, Istenem, ez a hang! Hát igen, a nők nagy kedvence. Na, te voltál sokáig Tom Cruise, aztán elvették, ugye, tőled? Vagy hát nem is tudom, mi történt, de most már a rékasíja a Tom Cruise. Hát ennek az a rövid története, mennyi időnk van, hogy röviden elmondjam, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Cocktail című film bejött, én akkor végeztem a főiskolán, és akkor valóban egy casting volt, ketten álltunk Karcsival a mikrofon előtt, és egy tekercset én, egy tekercset ő megcsináltunk, és akkor a stáb szavazott és döntött, hogy kettőnk közül melyikünk legyen akkor a Cocktailban a Tom Cruise hangja. Én akkor megnyertem ezt a versenyt, és akkor valóban 10 évig ezeket a nagy emblematikus filmeket, a Becsületbeli ügy, ahogy említetted, a Top Gun-tól kezdve, ezeket a cég, ezeket én szinkronizáltam. Aztán valahogy az én hangom talán úgy megérettesebbet lett, vagy kicsit olyan idősebb lett, vagy öregebb, vagy nem is tudom. Egy picit nálam idősebb a Tom Cruise, de mégis a fejének, az arcának, a tekintetének van egy kisfiús bája, és ez fel kell lássam, hogy Rékasi Karcsi hangjában több ez a fiatalos lendület vagy báj, és most, ahogy itt idősödünk, ő szokta már a Mission Impossible óta Tom Cruise szinkronizálni, a legkisebb ellenérzésem nincs. Én beleérettem a Pierce Brosnan karakterébe, aki egy kicsit idősebb. És ti azóta nem beszéltek a Rékasival egyébként? De hogy nem. Semmi konfliktus ebből nincs. Akkor sem volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondolom most sincs. De tőled mondjuk Pierce Brosnan már nem elvehető, gondolom, nem? Tehát, hogy az komoly féltékenységet váltana ki, nem? Ha valamelyik szinkronrendező úgy döntene, hogy akkor valaki másnak. Balázs, nincs szerződésem, ahogy mai divatos üzleti világban ezt szokták mondani, nincs szerződésem, hogy nekem kötelezőt szinkronizálni, sehol nem tudok fellebbezni, hogyha valaki másképp gondolja, de a józanész szerint, hogyha most éppen 2 napja voltunk a moziba, a legújabb filmjét néztük, amiben én voltam, igen, most úgy kötődik hozzám, tehát minden józan emberi számítás szerint, ha jön egy Brosnan film, akkor azt én szinkronizálom. Amikor betelefonálsz egy ilyen vízi közműszolgáltatóhoz, hogy miért nem küldték már a júliusi számlát, és picit el vagy maradva, és jöjjön valaki leolvasni, akkor így nem szoktak sikítozni? Vagy így, vagy akkor kicsit máshogy nyomod? Direkt, Bondúr, megyünk Bondúr. 26-szor a rohadt unalmas lehet, ott vagyunk, ha indulunk, 0-0, hogy sietünk. Nem tudja megoldani, ja? A világ béke megy, a dugulás nem. A minap rendeltem egy ablakot egy ablakcseréhez, és addig nem volt hajlandó a számlát kiállítani a fiatalember, amíg azt nem mondtam, hogy a nevem Bond, James Bond. Azért mondom, hogy először vicces, 6-szorra nagyon, de amikor 26-szorra mondod, hogy vigyék már a hulladékkezelőre ide a szemetet, és azt mondja, nem, addig nem, amíg ki nem mondod. Addig azért van ebben egy kedves báj, sok minden kötődik az én hangomhoz, sokkal kellemetlenebb, amikor a hívott szám nem kapcsolható című mondatot kell tényleg számtalanul elmondani. Egyébként tényleg, de jó, hogy mondod, hát mi is egy csomószor hívjuk a naphallgatóját, és köszönünk neked, hogy hello Armand. És én mindig visszaköszönök, ugye? Nagyon rendes, rendes vagy. Hello fiúk, igen, visszaköszönsz nekünk. Mi a kedvenced? Melyik a kedvenc hangszereped, szinkronszereped?
Hát talán ami színészileg a legnagyobb kihívás és a legnagyobb boldogságot jelentette, az Angol Beteg című film volt jó pár évvel ezelőtt. Én amikor megnéztem a moziba, akkor azt mondtam magamban, hogy Istenem, bárcsak én szinkronizálnám, mert ez olyan csodálatos ez a film, olyan nagyszerű ez a szerep. És akkor két hét múlva csöngött a telefon, és hát ez nagyon nagy boldogságot jelentett. De igazából mindig az az ünnep, és mindig az a nagyon, nagyon klassz dolog, hogyha jó színész szinkronizál az ember, és a film tulajdonképpen mindegy, de a színész legyen jó. Annál nincs borzasztó. És aztán amikor megnézted magadat az Angol Betegként, ugye a moziba, akkor nem kiabáltak át, hogy jó van, maradj már csöndben, amikor felállt, és megmondta, ugye? Ugye, hogy rohadt jó vagyok? Na! Kautsky! Kautsky! Ülj már le, légy szíves! Légy szíves, nem látom! Hát nem. Na jó van. Örülünk, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Köszönjük Köszönöm szépen. Szépen szervus, vigyázz magadra. Ilyen. Köszönjük szépen. Kautsky, hallom. Ciao. Hello, hello. Szegényeknek, hát amekkora áldás, akkor a teher is ugyanakkor, nem? Addig nem adom oda, 007. Fú, de utána. De utána. Anyas mellékről hív. Na, halló, jó reggelt kívánunk. Direkt nem mondom a nevedet, hello. Jó reggelt, szervusztok! Hányszor voltál ebben a szerepben? Mert te tudod, hogy én mit kérdezek. Körülbelül hányadik filmetek együtt? Hát ezt megmondom őszintén, nem gondoltam bele, nem számoltam én még ezt össze. Fogalmam sincs, nem tudom. Nem tudom. Hát tizedik biztos, tizenötödik. Valahogy így. Valahogy így. Meg hát a sorozat. Na, még mindig semmi. És ott van a sorozat is. De várj, még várjuk az SMS-t, mindjárt megírja valaki, szólok, ha bejött az első. Egyébként azon gondolkozom, hogy a csaj a végére kezd jó színésztő lenni. Tehát mindig ilyen hülye végjátékokban játszik, és most van a filmek, hogy a végére kiderül, hogy ő egy jó színésznő egyébként. Igen, igen. Neki melyik filmjét csináltad? Hát sokat csináltam. Például azt, amikor ő kapott Oscar-díjat, és nem a férfi főszereplő. Most mondjam, vagy nem mondjam? Nem is igazán tudom. Mondhatod, mondd? A nagyon jó, megjött egyébként a megfejtés, hogy Jennifer Aniston küldték el, így van, Jennifer Aniston küldték most már egészen sokáig. Ezt inkább utálod, vagy ez egy kellemes teher? Mert az Armanddal beszélgetünk, ő mondta, hogy egy hatodszor már, amikor el kell mondani a vízi közműnél, hogy 007, akkor már baromira unja. Hogy jó, felsikítoznak a hangodnál? Felsikítoznak, igen, ez nap mint nap előfordul, hogy megszólok a közérben, vagy kérek egy kiló kenyeret, vagy valami hasonlót. És akkor ugye maga a hangja a Jennifer, nem is azt szokták mondani, hanem a, hogy hívják a jó barátokban a... Rachel, ugye? Rachel, ugye? Mondom, igen, igen, kicsit akkor zavarba jövök, de ez egy nagyon kedves dolog, mert ők olyankor nagyon örülnek. És ez nagyon jól esik nekem. Az sajnálom, hogy... Nyilván hazamennek. Nem a színházi munkáim alapján ismernek fel. Ez egy kicsit fájó egy színésznek, de így is nagyon jó, és így is örülök neki. Na, de hatalmas élmény annak, akivel találkozom, hogy ott hazamegy és elmondja, hogy tudod kivel találkoztam, tudod kivel? Hallod Jennifer Anistonnal? Figyelj, élőben sokkal jobban néz ki az a csak. Azért az nem, ez így ebben a formában nem lehet kellemes. Ugye ti sokszor nem is látjátok egyben a filmet, ez számomra mindig meglepő, hogy nem áll össze a történet, tekercseket kaptok, azt úgy valahogy elkezditek szinkronizálni, és aztán ha megnézitek moziban, akkor tudjátok, hogy valójában mit szinkronizáltatok. Nem, hát, hogy valójában miről szól az egész film. Hogy valójában miről szól a film. Jelen, ismerjük, amikben benne vagyunk, ugye. Igen, értem szóval, hogy azokat tudjuk, hogy mi a jelenet, meg miről szól, amiben a szereplőnk szinkronizál, de az egész filmet nem ismerjük. Igen, ezt sokan nem tudják, azt gondolják, hogy a szinkron színészeti munka eleje, vége, és szépen leszinkronizáljátok az egészet. Fogalmatok nincs, mondjátok a szövegeket, hozni kell a formát, de sokszor nem is tudjátok, hogy alapjában a filmben mi történik. Jól van, megírták, úgyhogy adunk majd egy ajándékcsomagot. Kitaláltak ám sokan, nagyon sok SMS jött. Úgyhogy azért ez is abszolút jellegzetes. Ági, nagyon szépen köszönjük, puszilunk, megyünk tovább. Vigyázz magadra, jó munkát. Kőkényesi Áginak, köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Abszolút megismerhetőek. Nem? Igen. Főértelmes főnökökben. Szeretném. Fogadjunk azért, mert levetkőzött. Jó, 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 de az a színészi munkának a része. Tudod, mennyi alázat kell ahhoz? Nem a mellét bámulta, érted, a Jani se. Az Ági hangjára koncentráltam. Na, még egy ajándékcsomag annak, aki először megírja? Kit várunk, mert most nem volt tiszta, hogy a magyar szinkron színész nevét várjuk, vagy a karakter nevét. Karakter. Akitől szinkronizált. De hát ha több karaktert is szinkronizált, akkor melyiket várod?
Jó, akkor a magyar nevet várjuk, jó? Aha, akkor a színésznek a nevét a várjuk. A nevét várjuk, jó? Halló, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, kispöcsök, mi újság? Ez az. Ezt szeretem. Hello, ja, jó morning show, kapok ajándékot. Az első ajándékcsomagat így, igen. Na, hello. A szinkron színészek egyébként korán kelnek, vagy neked ez egy korai időpont, ez a 9:30 után 4 perccel? A szinkron színészek nem tudom, mikor kelnek. Én a munkától függ. Igen. Munkától függ. Természetesen az ember, ahogy öregszik, egyre nagyobb a kihívás, hogy reggel megtalálja magát a lakásban, több időre van szüksége. De a munka, és a jó munka, az mindig predesztinálja az embert, felhozza, és nem probléma. Figyelj, de mennyire forsz össze egyébként magával a színészed, hogy egy kedvelhető palinak tartod, érdekel, megcsinálod 15. film, vagy van valami, ami mondjuk, hogy Nicolas Cage-ben téged vonz, követed, várod az új filmjét, és most nyilván nem egzisztenciális szempontból, hanem mert mondjuk a Pali kedvelhető. Van ilyen? Hogy az ember magát a karaktert, vagy a színészt megkedveli, megszereti? Vagy közel? Abszolút. Abszolút is ugyanígy van, mondjuk a Nicolas Cage-el is így vagyok, vagy Anthony Edwards-szal voltam így a Vészhelyzetben, mint Green Doctor. Igen, a Green Doctor így van. 8 éven keresztül szinkronizáltam őt, és voltak nagyon komoly és megható pillanatok. Például az utolsó filmet, azt neki ajándékozta a stáb, amiben elbúcsúzott a stábtól és magától a mozitól, és az egy nagyon-nagyon-nagyon megható és nagyon mély gondolatokkal. Meg egy embernek a valójában, hogy hagyja itt a világot, a rajza volt. De Nicolas Cage-el is így vagyok, csak mostanában olyan Pitláker filmeket csinál, ez a varázstanonc, meg lángoló fej, meg motoros, meg minden. De hát van az a 40 millió dollár, ugye, amit ki kell fizetni az adóhivatal felé. És gondolom, hogy adottartozások. Igen, ez számomra is rejti, hogy nagy hollywoodi színészek, akik 20-30 millió dollárt kapnak egy filmért. Egyrészt, hogy van adótartozásuk, eddig, hogy adósodnak el? Na most Nicolas Cage éppen igen, az eladósodás határán van. A Cage-nél tudni kell azt, hogy piramist vásárol, meg mindenféle őrültségeket. Szóval ja, hát igen, kastélyokat, párakat. És hát ez ilyet, hát ugye az sok. Igen? Igen, csak azt olvasom közel a hobbiaid között, hogy te szeretsz műlegyezni a barátaiddal. Nagyon jó, imádom, jó, jó. Igen, ez egy szerintem a horgászat királynője a műlegyezés. Annál fantasztikusabb dolgot nem tudok elképzelni, amikor állsz egy sodró patakban, azt se tudod, hogy hova lépsz, kristály tiszta, de mégis a fénytörés miatt máshogy látod a mélységet. És az általad készített műlégyel, műbogárral, kapásra ingerled azt a pisztrángot, aki 5 éven keresztül, amíg él, egy sodrással szemben tölti a napjait, iszonyatosan koncentrál, hogy minden falatért meg kell küzdeni, föltör a mélyből, megnézi a csalidat, bekapja, majd kiköpi és visszamegy. Szóval, és hát ugye... De ezt hogy lehet csinálni egy kézzel, hiszen a másik kezeden mindig ott van Mr. Garrison kalapúr, ugye? Igen, azon kaptad már magad, hogy női ruhák között kezdtél el turkálni valamelyik bevásárlóközpontban, és klipszeket próbáltál föl? Megmondom őszintén, hogy ezt még nem fedeztem fel, de ami késik, az nem múlik. Csak az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy kicsit szóval az én ízlésemtől elkanyarodott, és semmi problémám nincs a mássággal, de talán mondjuk erős vonal az ő szemlélete a világról és a környezetéről, ahogy elment egy golfáramlat felé úszni. Igen. A Csillagok háborújában kit szinkronizáltál? Én vagyok benne az aranyember, a Sri-Sri-Pio. Tényleg? Igen. Na, hát figyelj, tudom, hogy utáljátok. Kastán, megmentőm. Jézus Mária, de nagy. Jót, annyira változtatni kellett a hangot. És akkor születtem konkrétan, amikor ez a film ez megjelent. Hát ez mindenkinek a magánügye sajnos. Igen, ez a mi keresztünk. Igen. Isten. Na, figyelj, én tudom, hogy utálod, de nekem van egy kedvenc filmem, ezt én nem tudom kihagyni. Amikor a Nicolas Cage és a John Travolta egyébként egy John Woo filmben, és ez egyik szerintem a legjobb filmjük együtt, az Állarcban, ők ugye arcot cserélnek. És ott a Nicolas Cage, mint rossz fiú, felszállt a repülőre, és a stewardess ezt az ölébe ültette.
Hát és az egy szenzációs rész, amikor ugye megérkezik fegyvere, beül az ülébe, és mondja a stewardessnek, hogy mit mondja, hogy barackot, imádom a kopac barackot, emlékszel erre? Imádom a húsos barackot. Atya úristen! De gyönyörű, és utána szépen felszállnak ugye a magánrepülővel, és közben érkezik a Travolta, mint rendőr, és közben arcot cserélnek. Igen, az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó pára kérték már ezt tőlem, hogy búgjam a fülükbe, sőt, férfiak kérték azt, hogy egy éjszakára adjam kölcsön a hangomat, és mondom, hogy gondoltátok, hogy befekszem az ágyal, és ágy alá is, mint Cyrano beszélek, nyögök helyetted? De például kérik azt is, hogy tedd vissza a nyuszit a dobozba. Ezeket az ember úgy jópofaságból megcsinál, de nem jellemző. De nem jellemző, mondatok. Igen, hát ez imádom a húsos barackot, igen. Az a film egyébként jó, az kedveled? Az egy jó film, az kell, nem? Igen, és hogy látjátok, hogy milyen furcsa és milyen érdekes, hogy megelőzte a korát, és hogyha most belegondoltok, az életben is megtörtént ez, hogy kaptak emberek új arcot, mert valami történt velük, valami tragédia, és kaptak egy új arcot. És ez egy fantasztikus, és ez történt a filmben. De ha már itt beszélgetünk szinkronról, akkor ne felejtsük el, nem tudom mennyi időtök van, a Brian életét, ahol én az anyját szinkronizáltam. Jaj, de jó! És ezt tudom nektek mondani, fiúk, hogy mindig csak a szex! Én ekkora klasszik, sem mindig csak a szex. Igen, de jó volt. Tökéletes abszurd. Hát ez 40 éve csinálom ezt most már lassan, és nagyon sok filmmel találkoztam már, jó színészekkel is. Általában most már, talán annyit tudnék még mondani, és kapcsolódva az Armandhoz, hogy sajnos nincs semmiféle jobb védettségünk. Tényleg az van, hogyha egy szinkronrendező úgy gondolja, hogy most unom már ezt a hangot, próbáljuk ki mással, vagy valamiért ő a kedvence, és mondjuk én nem, és bepróbálkozik ilyennel, de bizony-bizony én kaptam visszajelzéseket, például a Garrison tanár úrral kapcsolatban is, hogy jaj, hát tanár úr, hát miért nem maga csinálja, és akkor most nem fogom elmagyarázni, hogy miért nem, hát mondom, így alakult. De tud idegesítő lenni az embernek. Én szeretőként, ha beül a moziba, várja, már várod, hogy megszólaljon, és nem az a hang, és az ember azon tényleg kiborul. Hát azért ez így összenő a fejekben. Egyszer előfordult velem egy ilyen, azóta se járok abba a szinkron stúdióba, nem hiányzik, és ebben nem az a bosszantó, hogy másra gondoltak, hanem az a bosszantó, hogy föl se hívtak telefonon. Mert ugye lejárnak a jogok, és újra kell szinkronizálni filmeket. Annak örülök egyébként a legjobban, és itt még csak céljegyzetként megjegyzem, hogy a Cefirelli Rómeó és Júlia című filmben én vagyok Rómeó hangja. Ami hát ugye közel 30 éve készült. És még mindig az nem szinkronizált. Tessék? Az egyik legszebb. Igen. Azt mondjuk, az egyik legszebb Rómeó és Júlia szerintem. Igen, így van, és abban én vagyok Rómeó hangja, és hát szerencsére ideig még nem szinkronizálták újra. Remélem, ezzel nem adtam senkinek se ötletet. De most, hogy ezt kimondtad, valaki rácsapott az asztal, és azt mondta, igen, de jó, csináljunk egy újat, igen. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó volt ezt hallani. Bocsánat, akkor csak összekítalak menni. Morning Show, igen? És figyelj Balázs, lenne egy kérésem, hogyha jó áron fut az arany kilója, hoznál egy másfél kilót? Fene se tudja, hogy mi van. Megszórjuk gyémántal, mert az is olcsó. Hozzuk neked. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy minden jót nektek. Én is köszönöm. Józsa Imre, köszönjük szépen. Ciao, hello, köszönjük. Imádnivaló, Pali. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Egy szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Gumicsizmában van, pucolja a madarat, és a végén megeszi. Nyersen. Ez elég erős. Uh-huh. Igen. Igen. Állandó utitás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Egyébként nem is vonat, ez egy metró. Hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt,
Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidület szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokkerősítő van. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott, támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, hogy mindig felszállt, hogy a Béketér magasságában, akkor még járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és Kőbánya Kispest végállomásig folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megbelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így által, és rettegtem, és nem mertem neki háttal állni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskáló Gerevjő Lásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrágja, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát, hogy ettől még PVC is lehetett vett felőle. Vagy egy fekete nájlózacskó. És hétvégenként ment be bulizni. Csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzá, ők megfogta. Megfogta a nyakán, nem tetszik valami. Valami leszerelt Rambó. Igen, és hogy és mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Neked van ilyen, Anna? Van, hármas metróban van egy férfi. Beszáll, de most egy ideje nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik. Minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállót. Imádom. Aha. Ő már imádom. Ha végig ment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem, azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, kiszáll. Imádom. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. A bácsinál volt egy pici. Volt, ugye, de látszott, persze, igen, látszott rajta, volt, de kedves bolond volt. Van köztük az élek kettő, aki tényleg ilyen durva volt, egy bácsi annak, én tényleg ilyen tizenéves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a végállomásig utazott, és akkor, inkább leszedem a gyűrűket. Csak kereste a gyémántot. Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valami beakadt? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Az előtt ő szerintem elhunyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lett a háttérben. Ez az a típus, akitől egyébként félsz. Tehát, hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se odaszólni, hogy segíthetek, bácsi, el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála. És így, hogy tolt? Igen. Hogy a gyémát, És mi lett volna, hogy a bemondós bácsival találkozik? Tehát ott azért azt a beszélgetést azért azt meghallgattam volna. Lehet, a gyémát. És ők ketten azért így vidáman elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latex ruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az Üllői úton párhuzamosan futott egy busz, meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt a gyémátos bácsi, igen, ahogy hívják, a kidüllett szemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a Pártház ostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy miért, milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy ő látszott rajta, hogy olyan vidám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönségét. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mi történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... Gyémántos, ez magyarázd meg a gyereknek. Gyémántos, gyémántos! Mindenki a vigyázba ültet.
tehát én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. volt egy ilyen srác, szintén mindig ott nálogált nálunk, a Nagyenyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig itt persze húztuk ki tizenévesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónalja, mert az jó szőrös a hónalja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzál már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Odajön, és igen, azt hiszi, hogy társak vagytok. Uh-huh. Igen. És sorátok, utána elválasztatatlanok lesz. Eszembe jutott egyébként, hogy aki a pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bérlet! Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy de ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és elővölt, hogy sírsz. Igen, és mindenki, abban a például mindenki pár évvel eset elkezdett kotaraszni, és így, ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jó kedélyű, nagyon pozitív. De ő viccből csinál. Minden akár. Jegyeket, Béla! És így röhögött, és mindenki, na menj! Igen. Csak néhány SMS, jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink? Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest szobvonalon, Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány. Minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt. Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalta el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De a kattogások? Nyitotta az ajtókat. Nyitotta az ajtókat, kormányzott, és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna. Az imádom, de én imádom. Imádom. 10.30-as IC Budapest-Miskolc, figyeld. Büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívólé, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Hóembert guminőt tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliba jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett. Igen, igen. Ezt Bence írta nekünk. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül, beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi nem történt volna, utazik tovább. Figyelj. Hát gyerekek, gyöngyszem. Aki nem fejt el soha, hogy honnan jött. Érted, mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj enned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy hogy áll a buksz. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakli kártyát, majd a hozzá gumizott borotvát. Leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon tükör nélkül. A végeredmény viszont jó egész lett. Jó lett. A rutin. A legdurvább. Kisföld alatti. Figyelj. Egy pali minden reggel kitépette egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az arc. Úristen! Ez gusztustalan. De nem imádni való? Hát szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet érte ki. Vagy nem, az övével csiklandozott téged. Vagy... az végjobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevasz bazzánk! Azóta anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoznak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek. Azért hatodszorra vernek hátba, ugye? A tesóm balettos kontyába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajért. Megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajácska. Jaj, de jó. Hajácska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó.
Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutatói állandóan megjelenik a kontyodban. Hagyj csak ismerős. Hagyj csak minden reggel ezt csinálni. Kicsi büfés SMS-e, zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illattal leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen vélelem. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel lenni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. 50-es villén rettenetesen kigyúl srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bologatni, azt hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel egyiket középiskolás koromban volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyáron zokni, szandál, szatyor, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab, pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, ő semmi más nem csinál, csak állt és így nézett is. És mosolygott, és így finoman bologatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a leheli. Mi van a 18. kerületben? Én nem tudom, mi történik, de minden ott történik. Mi van ott? A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőr fülkéhez, szerintem ez ugyanaz. Aztán csapatta a Verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembe jövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő azért, az már az erősen beteg kategória. Tehát meg intesz a szembe, hogy nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom. Ott de azért, ő nem érzi. Hát neki ő nem, jó. Nyilván persze. Azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Ja. Sopron-Budapest autóbusz vonalon kb. 4 óra, Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a halvást szimulálni, addig bögdösött, amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast. Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a mammer leüljön mellém. Jézus. Nem kívánok senkinek ilyen élményt. Ez Tóbi küldte. Persze, hát ez szörnyű nyomasztó tud lenni. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítóm, ide tér be. Tudnak-e cipzár cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Igen, Guszti bácsi, kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC cuccára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel írja egy hallgató, Balatonfüred, Veszprém, ez szerintem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szolonkon egy fura bácsi mindig kézi kocsit tolt, fantasztikusan fütyült, de néha csak úgy ráordított az utasokra random. Füttyösnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Jaj, nagyon szerettem ezeket a történeteket. Milyen lenne egyszer őket összegyűjteni egy hetes buszra, de az összeset. Az összeset is egy járaton elindítani. Egy járaton elindítani. Mint a Fegyenc járat a Konerben, tudod. Csak a szélsőségesek utaztak. Mindenki rajta lenne. A legdurvábbak Rács mögött. Nehogy kiszabaduljanak. Csak még egy SMS. Pécs-Budapest vonalon felszáll egy család. Egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kész. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Nem bírom abba hagyni. Távolsági buszon egyszer mellém ült egy ismeretlen lány. Én zenét hallgattam, aludtam. 2 órás utazás után a lány felpattant, és gúnyosan, kicsit hisztérikus állapotban jót beszélgettünk. Ti pasik, mind ilyenek vagytok, majd leszállt. Az egész busz engem nézett. Igen. Igen. Á, gyerekek, én imádom. Imádom őket. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt
a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Érdekes hírről beszélgetünk, és aztán majd átkanyarodunk a smucik rokonhoz, mert ugye pontosan ez a kiinduló pontunk is, miszerint ugye mégsem ment el a születésnapjára egy kisfiú a másik kisfiúnak, egy családon belüli dologról beszélgetünk, tehát hogy itt nem vadidegenekről van szó, és az egyik rokon kiszámlázta a másik rokonnak a ráeső összeget, mert hogy nem ment el erre a születésnapra egy 5 éves kisfiú, és a szülők egymásnak kiszámlázták a gyerekre eső összeget. A gyermek meghívója egyébként perrel fenyegetőzik, ha a szülők nem fizetnek. Tehát ennyire komoly az ügy. És hát érdekes a dolog, mert hogy elkérték ugye a bankszámlaadatokat, egy csomó minden más, csak kiderült, hogy a kisfiú nem tud menni, és azt mondja a család, hogy a gyermek távolléte többletköltséget jelentett a születésnapi bulin, amely egyébként egy ski és snowboard központban rendeztek meg. Egészen szerény módon. Akkor azért volt mit a tejszínbe aprítani. Nem csak csoki torta volt ott, szerintem. Igen, egyébként a brit médiában szellőztették meg az ügyet, és hát tulajdonképpen a pasi, aki szervezte a dolgot, az azt mondja, hogy hát ott voltak az adatok a meghívón, és ha a gyerek nem jön el, akkor felvehették volna vele a kapcsolatot, nem szóltak, így viszont legyenek szívesek fizetni. Mondom, még egyszer, rokonokról van szó. Ez egy érdekes dolog. Ugye mindenkinek a családjában van smucik rokon, rögtön rátérünk az SMS-ekre, mert nagyon jók jönnek, csak nézzük meg az esetet egy kicsit közelebbről, hogy egyik rokon a másiknak kiszámlázza a születésnapi bulit, egyáltalán nem megy el a gyerek, kell fizetni, nem megy el, ki a felelős, kit fizet, ki nem fizet. Itt szerintem nem a klasszikus sztoriról van szó, tehát ez nem klasszikus smucikság szerintem, itt inkább sértődés lehet a háttérben. És akkor ezzel akarnak visszavágni? Igen. Akkor viszont fizes, ha már nem jöttetek el? Akkor rohadjatok, mert is perellek benneteket. Mert egyébként ellenkezősen, de hogy mondjuk nem konkrétan ezt az esetet vizsgáljuk, és adjuk egy helynek a bérlése sokba került, és ezt mindenki tudja. Tehát, hogy gyerekek, oké, együtt elmegyünk oda, de ezt ki kell bérelni, mi egyedül nem tudjuk, úgyhogy mindenkinek bele kellene adni arányosan összeget, se többet, se kevesebbet, mindenkinek bele kell adni valamit. Aztán valaki lemondja, két valaki lemondja, három valaki lemondja, aztán ott állsz, és ki kellett fizetned egy helynek a bérleti költségét, amit közös döntés alapján béreltetek ki, nem te akartad. De most nem az nem szülinapi buli, tehát most ugye a szülinapi buliról van szó, mondom, tehát hogy az más, most elmentek olaj bowlingpályát bérelni. De születésnapi bulin, ha valaki nem megy, ne fizessen. Hát ez egy marhaság. Hát miért fizetnél? A torta, a habos kakaó, a síbérlet, a melegedő, a mit tudom én mi. Én erre azt mondom, hogy akkor nem kell szülinapi bulit rendezni. Tehát, hogyha én ski és snowboard központban megrendezem a bulit, mert én villantani akarok, de közben a gyerek nem jön el, ezt vele kifizettetni, hát akkor mennyi haza, aztán főzessé anyáddal. Nem így van, hát akkor csináld meg otthon a bulit, ne vagánykodjál a ski és snowboard központtal meg a tortával, vagy ha nem jön el, akkor viszont ne fizettes ki. Vagánykodni akarok, hogy snowboard központ, azért kiszámlázom, tudod? Ez, De egyébként nem számláznád ki, tehát ha eljött a kisfiú, akkor nem számlázod ki, mert akkor meghívás, akkor tök korrekt. De így érted, akkor csak 9 főre foglalod le az egészet, nem 10-re. Nem tudom, ez más szerintem, mert mi is csináltunk a Beninek, én mondtam, hogy én imádom a gyerekeket, meg a Beni barátait hozzánk, senki nem jön szülinapozni. Ez világos, illetve ha jön valaki, akkor nem vagy otthon, tudom, ismerem. Nálunk 10 darab gyerek csokitortás kézzel nem fog a falakat összefogdosva rohangálni, folyóorral, elbotolva, kicsit nem tudom, odakenve a nem tudom, a csokitortát a szőnyegre, tehát mondtam, hogy nem. Tehát nem, én sok mindenre hajlandó vagyok, meg nem. Mi is elmentünk, és egy játszóházban vannak olyan játszóházak, akik ezt így lebonyolítják. Egy torta, egy bohó, semmi jó, különös, de ezelőtt ott volt ez a kellemetlen eset, amikor egy angol ski és snowboard központot péreltetek ki, és nem jöttek el többen a családok. De nem is, én azt mondom, igen, figyelj tényleg mindent a gyerek, de nem, ezt nem vállalom be, hogy oda jöjjön 8 gyerek, tehát ott valaki csak rosszul néz én nem vagyok tisztaságmániás, de hogy ott ödönke nem fog tényleg csoki súgja. Mit nyom, ez mit kapcsol ez a kapcsoló, tudod? Én azt nem nézem végig. Hát a munkácsi a falon. Ne, nincsenek munkácsik, nincsen perzsaszonyék semmi, de hogy nem csokizza össze. Na most például mi megcsináltuk, de ott is volt, aki nem jött el. Utána azt mondom apukának, hogy apuka, 4000 volt a bohóc. A rádeső megvertünk volna apukával. Pattintsát 1500-öt, akkor gyorsan már nem jött el a gyereket, mert ödönke arcüreggyulladást kapott, de fizess már ki. Hát nem, az arcüreggyulladás nem jó, az fölmentés. Tehát jó, a beteg a gyerek. Mondjuk elfelejtettek. Máshova mentek, megígérték kamusztak. Hát azért utána nem fizettetem ki. Hát azért az szarágás. Nem, bocsánat, a szója. Hát az hogy van az? Hát lehet, hogy ők sokat gyűjtöttek erre a kis bulira. A ski és snowboard központban. Ez egy olyan család. Igen. Egyszer a kislányok érte, 10 éves lett a kicsit. Oké, de nézzük, hogy a dolog otthon történik. Igen. Te veszel tortát, készülsz, mit tudom, és ott lemondja a gyerek, akkor mi van?
Hát ott se fizetetted ki, nem? Hát. Vagy rosszul esik, hogy nem jön el, és nem száll bele a tortába? Eleve nem tudom, miért kell beleszállni. Nem, hát nem kell beleszállni. Ne szálljon bele senki. Nem kell beleszállni. Itt akik elmentek, azok nem fizettek. Mert senkitől nem várták el. Itt csak akkor jött elő ez a fizetési dolog, amikor hogy a gyerek nem ment el. Jött el a kis azért sértődés itt. Sértődés van itt a háttérben szerintem. Ez egy komoly durci. Valakit nagyon megbántottak ezzel. Azzal, hogy nem jöttek el, igen, és akkor ezért, ezzel akarnak. Így akar bosszút állni. Hát én ezzel nem értek egyet. Nem értem úgy elbosszút, hogy elküldi a tortát levélben. Egyetlen egy gondolatot hozzá, amit Feri mondott, hogy ha beteg a gyerek, akkor fölment, és nekünk beteg lett a Karina, meghívtak minket egy szülinapi buliba, és kérték az ajándékot. Utána odálltak elém a szülők, és azt mondták, hogy akkor kérjük az ajándékot. Csak vettetek a itt. Ez egy péntek, vagy bocsánat, egy szombati buli volt, és hétfőn kérték az ajándékot. Ne. Halál komolyan, de. Te ki és most elmered mondani, mert elban laktatok. Elmerem mondani. Kérték az ajándékot, és akkor én mondtam, hogy, hogy nem voltunk a buliba. Így céloztam rá, hogy ajándékot ugye hát, bár bocsánat, én így gondolom, akkor viszünk, hogyha ott vagyunk. Tehát nagyon prózai, amit mondok, de kimondom, ha eszel a tortából, ha ott vagy és játszik a gyerek, és ellenszolgáltatásképpen nyilván nem érkezik üres kézzel. Na most így vitatkoznom hát kell veled, akkor csak a végén valami. Adod az ajándékot, mennyi tortát tettél, mennyi kakaót, itt nagyobbat adjuk. Nem ették kakaót. De nyilván, hát most meghittem. Nincs ajándék. Akkor csak a kicsi van. Akkor nem vagyok a gyerekek elkérni. És úgy képzeld, de hogy kedre megvettem. Megvettem. Hát nem tudtam mit csinálni, megvettem. Én nem vettem volna meg. Aha, de annyira zavarba voltam, pedig hát na. Nem vettem volna meg. De zavar. Ott álltam, mondom, jó, rendben van. Gyerek előtt történt a párbeszéd, és mélyen a szemembe nézett a gyerek, aki várta az ajándékot, és mondtam, hogy természetesen mondom, hát kapsz holnapra valamit, és hát halálciki volt. Kinek van smucik rokon, tessék, van valaki? Ne, az én rokonaimnak van. Úgy hívják V.J. Igen, az én lennék. Igen. Jó napot kívánok. Úgy hívják V.J. Igen, és a rokonok akkor írjanak nekünk SMS-t. Azért azt szerintem nagy átok, amikor egy ilyen rokon van, nem? Hogy esküvőre nem száll bele, nem hoz ajándékot, látod, hogy használt dolgot kapsz, lespórolja, az utolsó falatot is megeszi, ha átjön hozzád, látod, hogy nézi, hogy te mennyit eszel, ha hozzámész. Szerintem az nagy büntetés, nem? Ilyen a családban. A pénzkölcsönkérés, elfelejtik visszaadni, ha visszaadja, aztán te kérsz, mert te szorulsz meg, akkor nekem nincsen. Valami szerszámot elkérni, akkor a fűnyíró volt ilyen, a apám gyártatott egy nagyon nagyszerűt 4 babakocsi kerékből, de a nagy kerekes babakocsiból, tehát nem ért le. És egy Zetor motorra. És egy Zetor motorral, tehát nem ért le a fűnyíró konkrétan odáig, amíg várni kellett volna, és akkor ezt adta oda egy ismerősünknek, vagy rokonunknak, ő tönkretette, visszaadta. Úgyhogy hát nem tudom, mi történhetett, nálam még vágott. Ah, igen. Tudod, és te próbálsz vele vágni. Akkor se volt már igazi, amikor odaadták. Akkor se, de mi odaadtuk, működik, visszakaptuk, akkor már nem működött, nálam még működött típusú volt, és akkor apám ezt elvitte szerelni, és közben a rokon vette egyet fűnyírót, és mondta a fater, hogyha a faluban jár, mert másik faluban lakott, akkor dobja már be. És ment az öreg valahova, és meglátta a kocsiját egy másik ismerősén, ahol megállt, és mondta neki, hogy hát Laci, ha fűnyírót hozta, hát ha tudtam, Pista bácsi, hogy erre jössz, hát akkor hozom. De te jöttél ide hozzánk, miért nem hoztad be ezt a rohadt fűnyírót? Hát ilyen mindenütt. Saját meg az új, van. Azért az nagy érték. A tiéd a régi, ki nem szarsz. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Akkor a szülinapit megbeszéltük, hat. Én megyek hozzátok, figyeljek, hogy nem maradjak el. Így van, nagy ajándékot hozzád, nagy és kicsi készpénzt. Ha nem megyek, időben lemondom, mert csengetek. Igen, ugye? Igen, előtte szóljál. Tehát, hogy még én tudjak lemondani. És ha már megvetétek az ajándékot, azt küld el, légy szíves, ha beteg lesz a gyerek, és nem tudtok elmenni, ne adj Isten, vagy más programot, ajándékot küld el. Jó. Minket ti gyerekeitek viszont nem jön hozzám. Mert nálam nem motoszkál folyóorral, izé, kis takkos nem kézzel. Nem az orra. Nem? Kifújjátok otthon? Nem, persze. Nem nálam nincs zsebkendő. Nem fogdos össze nálunk. Mert a kertbe. A kertbe játszanak. Azért van, októberben a születésnap, mert ott lehet még a kertbe játszani. Balorluk, befog, jobb kifúj. Na nézzük az SMS-eket. Rucik rokonok témakörben kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, de lehet kolléganő, barát, bárki, akivel ugye hát szépen mondom, meg vagytok áldva, és hát mindig tanúbizonyságot tesz arról, hogy a fogához veri a garast. Nagynéni megrendezte nagyapám születésnapját, a teljes családot meghívta az ország több részéről, bérel termet, minden, majd a buli végeztével kifizettette a teljes rendezvényt a nagyszüleimmel. Tehát a nagynénye rendezte meg a nagyszülőknek, majd kifizettette velük, az milyen? Zseni. Azért a nagy húzás. Gyertek, lesz, eszem, iszom. Nagy buli lesz, gyertek, és a véget csengetünk.
Volt kolléganom egyik reggel azt mondta, ma kirúgunk a hámból, meghív egy sörre. Munka után vegyespolt előtt forintra kiszámolta az összeget, kezembe nyomta, majd azt mondta, vedd meg ketten, megiszunk egyet. Azóta nem megyek vele sehova, ügy Peti. Azért gyerekek, az nagyon kemény. Szörnyű. Az nagyon kemény. Hogy lehet így, csak akkor nem mondd előtte, hogy majd én meghívlak. Nem? Azt meg lehet beszélni, fiam, együtt elmegyünk, te fizeted a felét, én a másik felét, is jó lesz. Vagy nem egy sörrel, hanem iszunk sört. Srácok, van egy ismerősöm, akihez, ha átmegyünk videójátékozni, mindig kér egy kis pénzt, azért, mert az áramot használtuk. Ne már! Ne. És a csekket neki be kell fizetni. Miért kellett megírni ott a szemben? Mennyit szoktál elkérni? Mennyi egy óra PS, mennyi nálatok? 100 forint? 200 forint? Atyaisten, az ismerősöm kölcsönadott a saját testvérének kamatra. Kamatra a saját testvérének. Úristen, milyen történetek vannak. Smucig rokonok, nagyanyám minden alkalommal kifizettette anyámmal a kosztpénzt, ha nála nyaraltunk. Velünk meg ledolgoztatta a rezsit ablakpucolás portörlés néven. Gyönyörű. Ezt cápa küldte nekünk. Azért ezek nagyon kemény történetek. Nagyon kemény történetek. Ő nagymama volt? Vagy ki? Nagyanyám minden alkalommal kifizetett anyámmal a kosztpénzt. A saját unokáid ott esznek nálad, érted? Tehát, hogy mit te tojásos galuskából többet kell csinálni, és ezt kifizetteted? Jézus, de kemény, nagyon, nagyon kemény. Nagyon, nagyon. Mondjuk egy időben, megmondom őszintén, amikor először megkaptam, de hát ez már viszonylag régen volt, tavaly, amikor megkaptam az első mobilomat, én mindig vittem magammal a töltőt. Tehát bárhol voltam, akkor mindig bedugtam azt ott töltőt. Hogy otthon ne fogjon hát, az áram, ne, vagy hát mi? Hát figyelj, hogy kihasználjam a lehetőséget egy picit. De hát ugye eleinte, hogy praktikusan gondolkodtam, nem is vetett fel annyira a lóvét, gondoltam, hogy érted, akkor már kis árammal. Ne, Jani, ne. Kompenzált, ez nagyon régen volt már. Na mennyi egy mobil feltöltés, a 10 forintért töltött fel? És mit hogy csináltam magammal mindig a töltőt? Mindig zsebben volt a töltő, tehát bejött, bement a izébe. Hello, sziasztok, ezt a konnektor. Konnektor van, már merülök. És ott, de hogy otthon ne. Otthon ne kelljem. Én most hazamegyek. Én elnézést kérek. Most én hazamegyek. Figyelj, ez már nagyon régen volt. Az első mobil, amit tudom, 94. És? Hát nem mindegy, ez semmit, ha ez múlt században lett, akkor se, ez nincs. Azt mondták, sokat fogyaszt. Érted? Én vittem magammal a töltőt, bárhol öntem, bedugtam. Ne! Dehogy nem. De azért, hogy otthon, mit tudom én, ne használjál áramot, és ezért így, tehát kvázi vendégtöltöttél mindenhol. Én humán beállítottsága, mert nem tudom, hogy mennyit szívnak le ezek a... Vagy akkor nem tudtam, és vittem magammal a töltőt. Rádugtam, azt töltöttem. Értem. De olyan nem volt, hogy vittél magad... Hello, sziasztok, konnektor! De olyan nem volt mindig, hogy vittél magaddal egy zsákot, elkaptad a fényt, betartad, lassú sötét szobába kiengedted, hogy hát a világít, és nem... Jézus Mária! És mindig tökig töltött el, óvá mentél haza? Aha. És kicsit mérges voltál, ha rá kell tenni a töltőre? Egy picit igen. Ne. És most mit csinálsz? Ja, most viszek magam egy bögré, egy teafiltert, és kérek forró vizet. Most mit csinálsz? Viszed tényleg a forró vizet termoszban haza, és 10 töltés, egy fürdés? Vagy most mi van? Nem, most már nem. Most már nem. Atya úristen, vendégtöltés, ez egyébként menő. Mostanában talán csak a ízéket szoktam, a édesítőszereket szoktam 2-3-at hazavinni. De úgy... Azért kell mindig édesítőt venni. Még én soha nem veszek, én is mindig nyúlom, de nem viszem haza. Atya úristen. És ha valóban csak 10 perc mentél, akkor gyorsan bedugtad, hogy bocsánat, töltötök van. Én nem bocsátok. És dugtad úgy be, hogy tökig voltál, de kicsit rátöltöttél egy ilyen biztonsági töltést? Hogy tudtad, hogy hosszú lesz az út a következő rokhoz, és akkor rátöltöttél biztonságilag? Megnézted, hát tökig vagyok, kicsit nem, rátöltök. Akkor kisütöttem az aksit, és akkor gyorsan lemerített. Nem, akkor kicserélted a másik aksit, és a lemerültet is feltöltötted. Hát akkor vittem tartalék aksit, és azt is feltöltötted. És azokon a régi telefonokon ugye nem lehetett telefonálni akkor, amikor töltött. Tehát bedugtad, és mondtad, hogy add majd a telefonodat, ha valami fontos hívást el kell. Na jó, hát azt mindenki játszotta. Az nem csak én pont voltam. Le vagyok, jó, azt én is csinál, azt én is csinál. Jó, azt ideg, érted. Honnál tudom, hogy basszus, lemerült a kártyám. Atya úristen, gyerekek. Azért ez kell. Ennyi év után is. Igen. Egy közszereplőről mesélte, gyere be, Anna, mondd el nyugodtan, nem mondd meg a nevét, hogy ki, én tudom, ismerem ezt a sztorit, de nagyon durva. Unokatáson felhívott, hogy megvenném-e tőlük jó áron a lecserélt ruhásszekrényüket, mert ha nem, kirakják lomtalanításra. Ez milyen? Tehát egyébként kidobom, ezt a neked nem adom nagyon oda, de kidobom. Figyelj, van egy szekrény, egyébként kidobnám, megveszed? Ez a legjobb. Unokatesó, család! Hát tudod, minek az ellenség, ha ilyenek vannak a családban? Jézus, atya, úristen! Imádom ezt a típust. Kész egy kis kakostékecset? Ah, nem, akkor kidobom. Akkor kidobom. Jézusom!
Feleségem előző pasija elvitte a só felét a sótartóból szalvétába csomagolva. Gábor küldte nekünk. Mi kaptunk gyerekruhát 2-3 darabot az egyik rokontól, míg picit nagyok voltak a kislányunkra, így nem is hordtuk. 2 hét múlva megjelent a kedves rokon, hogy meggondolta magát, és vállalnak még egy gyereket elvinni a ruhákat. Szerintetek vadorzó küldte nekünk. Atya úristen. Neked milyen sztorid van? Van egy közös ismerősünk, hát nyilván nem mondom meg, hogy ki, ismeritek. Közszereplő, igen. Tudom. Kim voltak Tokióba forgatni, és megmondta a stáb, hogy lemennek vacsorázni. Egy elegáns étterem volt, és mondta, hogy oké, én fáradt vagyok, lepihenek, én nem tartok veletek. Jó. Vacsoráztak, és azt látták, hogy a sok kis apró japán rohan föl a szállodába, nézték a recepciót, mi történik, valószínűleg elektromos tűz van, mondták ott nagy izgatottan, majd kopogtak a szobába, és ez a illető ott állt egy merülő forralóval a kezébe, és készételt melegített. Otthoni konzervet, egy kis fazékba, és készétele merülő forralózott. Na most ez olyan túlfogyasztás, és jelzett egy ilyen high-tech japán szállodába, hogy azt hitték, hogy kigyulladt a szoba. De ő nem ment levacsizni. Atyai, mert hogy feláras volt a vacsorán, vagy nem volt benne. Nem, lehet, hogy csak reggelivel foglalták a szobát. Igen. És melegített egy gyors löntúst. Készétel konzerve. És a napi egy annyi lehetett, mint egy fizetés valószínűleg. Atya, úristen. Az apámnál smucigabb ember nem létezik. Anyámnál nőttem fel, egyszer adott nekünk egy használt hűtőszekrényt, majd ahányszor nagy ritkán lejött hozzánk, megpaskolta és így szólt. Jól megy a kis hűtő, mi? Ez még nem is lett volna akkora baj, de emiatt kb. Másfél évig nem adott gyerektartást, mert hát a hűtő árát le kellett számolni. Persze hozzá tartozik, hogy ő mindig különösen jól szituált volt, meg csórók. Ezt Viktor küldte nekünk Nagyváradról. Hát igen. Azért ezek érdekes történetek, és mindig olyan csinálja ezt, akinek egyébként lenne. Igen, nem, nem is számítasz tőle. Tehát egyrészt vagy a rokoni kapcsolat foka, ugye, hogy nagymama unoka, tehát az unokáitól azért csak nem kéred el az ebédpénzt, vagy az, hogy itt ugye a 3 lakásos balatoni nyaralós hölgy, aki szintén kiszámlázott mindent. Igen. A testvérem 60 euróért adta el nekem a babakocsit, holott tudta, hogy csak 2 hónapra van rá szükségem. Mi van, mi borultál ki? Kevés hát, a 60 euró? Nem. Kevés? Hát az érted, azért nem tudom, milyen volt ez a babakocsi, de nekem... Azért egy 80-ast ellentett volna ezt. A rohadt életben milyen rokon lesz 60 euró? Miért nem becsültette föl? Aljas, nem? Testvértől így pénzt kérni. Van egy ismerős, aki például nagyon, nagyon régóta álma volt egy autó, az apjának az autó, ez egy gyönyörű szép kis kocsi, egyébként hozzáteszem egy hasonló típusú, mint amilyen a Ferié. És hát egyszer oda hívta az édesap, és mondta neki, hogy na, vagy hívják, te születésnapod van úgyis, akkor hogy hívják, arra gondoltam, hogy na, szép ott az autó a ház előtt, nem olyan régóta nézeget, olyan csinos, tetszik, jól láttam, hogy bele, hogy mondod, jó, akkor eladom neked. Én azt vártam, hogy lemoshatod. Én azt vártam, hogy akkor elvisznek egy körre, mert megvettem, tudod. És eladta neki. És ő meg is vette. Na mondjuk ő is hülye. Milyen rokoni kapcsolat volt? De hogy értesék? Mi volt a rokoni kapcsolat? Apa-fia. Apa-fia. És a papa mondta, hogy jó van, akkor eladom neked. Igen. És majd a megszólás után megmondom neked, hogy ki volt ez, mert ismered is. Ne! Tudom, hogy ki ő. Tényleg? Atya úristen. És tényleg, iszonyú régóta nézegette már, imádta azt az autót, tényleg jó, egyébként jól is néz ki, meg nagyon, nagyon a faja kis kocsiról van szó, és akkor a fater oda ment, és azt érezte, hogy na tessék, révbe értük, egyszer az életben gálás lesz az apám, és tényleg is odaadja, és köszönöm, és már látta magát benne, hogy hasít. Az volt egyébként gálás a gyerekeket, volt. Igen, és akkor jó, akkor eladom meg. Mert nem tendereztette meg, nem az volt, hogy ki mennyit ad érte, hanem ennyi. Csak neki ajánlotta föl. Még mielőtt elvitte volna valaki a fia elől. Nagyon nagy. Ismerősöm a szomszédba jár kúmantani, mert sajnálja a vizet. az is. De várj, mit mondasz, miért mész át? Hello szomszéd, nem iszunk meg szomszéd, iszunk valamit, és amíg ő kitölti a brandit, addig te elmész egy tojáslikör között gyorsan addig ott, igen? Leraksz egy zilbelsőt. Atya vagy azt mondta, hogy nálunk nincs víz, elment a víz szomszéd, nagyon kell. Jaj. Két naponta átmész azért, hogy már besaporozott hajjal, tudod. Le arra, hogy leöblítedném. Igen. Jani, nem hittem volna, hogy meg tudsz lepni a tusolás és az előmosás után. Köszi. Egy nagy smiley-jellel kaptuk SMS-ben. Nem rokom, de jó. Vettünk házat, a KP-ra kifizettük az utolsó fillérig. A fillér költözéskor eljött leszerelni a gázpalackot, mert azt nem fizettük ki. Rizzo küldte nekünk az SMS-t. Volt párom taxizott. A húga megkérte a páromot, hogy vigye el a lányát suliba, a párom elindította a taxióra. Jézus, Atya úristen. Ez a szakmája, nem? Atya úristen. Ez a szakmája, igen. Na jó, hát gyerekek, hajnalig tudnánk a smucik rokonos SMS-eket olvasni. Ezért ez kemény.
Az én esetem nagyon nem, régen arra, nem, volt nem, már. Nem, Jani, nem, nagyon nem, régen nincs, volt. Bár mindegy, már mit mondasz. 20 éve történt. Na. Mindegy. Igen, vannak dolgok, amire nincs mentség. Ez olyan, mint az orrszőr. Tehát nincs, az orrszőre sincs mentség. Erre se. Hm. Mutyi töltő, vagy hogy hívjuk? A mutyi töltő, igen. De nem, igazából nem volt mutyi, mert én tök nyíltan, és egyenesen, mindenki látta, mindenki tudta, ott volt nálam a töltő, érted, jó napot kíván, hello, sziasztok, konnektor, merre van még mielőtt bármi is belekezdeni, és már toltam. Hajnalig tudnánk SMS-eket olvasni, és mucik rokonok elképesztő, hogy mik vannak tényleg. Tehát aki azt nézi, hogy a gyerek hány gombócot eszik, amikor átjönnek vendégségbe, és a szülő rászól a gyerekre, hogy kisfiam, egyél még két gombócot, és mondja a gyerek, hogy ettél már hármat, mire a rokon megszól, hogy volt az öt is. Számoltam. És megszámolta. Szóval azért itt nagyon-nagyon csúnya dolgok vannak. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Megérkezett hozzánk, ami drága állatbefogunk, sünvadászunk, aligátorteknős elkapunk, ékszerteknős megfogunk, a gyilkos krokodilok levadászója, az aligátorteknősök befogója, a magyar háziasszonyok szentje, az eltűnt állatok megkeresője, befogója. Itt van velünk Bodzoli! Hello Zoli, jó reggel! Gyerekek, ez az Oli egy rendes ember. Három hete kampányolok egy sünért, erre a 9 óra után megérkezett, és elhozta azt, amit nekem ma oda kell adnom a gyerekemnek. A sünt. Igen, itt van a kezembe. Olyan egy helyes vagy. Afrikai törpesüni. És látod, még afrikai is. És vagy albino is. Albino, ugye, vagy dühkóros, mert vérben úszik mindkét szene. Látta a Beni? Ő még nem látta. Beni! Ide gyere apáthoz! Ja, ez jó, hogy nem látta a gyerek, hogy a sűn egy olyan egy méter zuhan. Kiugrott a kezemből, szegény. Hol a Beni? De ne hagyja a sáskát, gyere kicsit rá van rólam. Nem, hogy utána összefogjuk az is. Igen, csak skorpiókkal játszik. Beni, gyere, Manu, mutatok valamit. Csak mondom az előbb, az óriás pókkal a kezébe. Igen, figyelj, nem hiszed, a gyerek, ne haragudj ezért, Zoli, kinyitotta a sáskákat, a sáskák elszabadultak, elugráltak, most megfogott kettőt, és nem akar bejönni, mert ő sáskára van rágyógyulva, de nem tudja, hogy itt van mentes sűni, most kettő a dobozban, hány sáskát hoztál? Hármat. Vagy négyet, ötöt, nem tudom pontosan. Nagyon jó, fia, a sáskát is oda tudod adni a Beni? Hát most már tietek is itt marad az összes. Ez milyen sáskák? Afrikai óriás sáskák. Jó, de jó. Ebből a szögből nem látjátok, hogy több doboz is nyitva. Beni, oda néz, Manó! Vigyeld! Na? Mi ez, gyere, Beni? Gyere, Sinike, gyere! Na, mit szólt? Tedd ki a kezedet, Beni? Figyeld! Nem harap, simogasd meg, oda tudod tenni az órához, és tudod, akkorát harapni. Mit szólsz, Manó? Tudod, hogy hívják őt? Tudod, hogy ő hívják? Ludmilla. Ő egy nőstény kis süni, afrikai süni, és nagyon szelid, és ő most azért jött, hogy hazamenjen veled. Na, mit szólsz, Manó? És ott fog látni nálatok, nem. Igen. Betegyük a kalitkába? Igen. Jó, ebbe viszitek haza. És az Zoli mondta, hogy ez a cikk. Inkább ezt visszaadom, és a sáskák már most már visszaadja a sáskákat. Igen. Jó üzleti érzékem. De gyere, tegyük a kezedbe ezt a sűrűt. Fogjál, jó? Gyere. Nyugodtan megfoghatod, nyugodtan meg. Próbáld megfogni, jó? Figyelj, Manó. Barátságos. Tessék, mondja. Hát Manókám, te szerettél volna sünit, igen, hát az ilyen, tehát hogy a hóleopárd az nem szúr, de te sünit szerettél volna. Viszont elviszi a mamát. Viszont apádra rá fog marni majd ott a dzsungelbe. Nem harap. Nem harap. Nem, dehogy harap, te tudod, te úgy, nézd meg. Na milyen aranyos. Ott van nálad, látod? Egy kicsit szúr. Tüskéje van a sűnének, azért van tüskéje. Figyelj, Manó. Figyelj, büdös, nem mondj melyet a gyerekem. Hogy lenne büdös? Hogy lenne büdös? Egzotikus illata van. Na mit szólsz, Manó? Tetszik? De cuki. Tegyük bele. Figyelj, Manó, és ez a te sünid. Ez a te sünid lesz. Hol fog lakni? Hm? Hova viszed majd? A lakásba. Jó. Igen. Látod, milyen okos? 5 éves. Hát ennyi. Érte, hol lakna a lakásba? Hol lakta? De hülye vagy, fater, a lakásba. Betegyük a kettőzbe, Manó? Igen. Várjál. Van neki egy ilyen alvó rongya, azt is betesszük. Ez még gyerekkorából van. Ez az unja, az a kis pelenka, amit szoktak szorongatni, kis süni kis. Jól nézd meg, mert apádat nem fogod látni 6-7-ig. Cserébe viszont őt, igen. Jó, adunk neki nevet, Manó, hogy hívjuk, majd mi legyen a neve? Ludmilla, nehogy átkerül. Sáskafej. Micsoda? Mi legyen? Sáskafej. Sáskafej. Nagyon jó. Éves süninek, gyereke. De ügyes vagy, Beni. Nagyon jó. Oda nézd, Manó, ott van egy másik valami. Az micsoda? Zoli, az mi? Egy párduc kaméleon. Na most ilyen gyerekek, ez piros, fehér, zöld. Ez rendes, ez nemzeti kaméleon. Még 4-5 dolgot elővesz, egy állatkert lesz nálatok. Na mit szólsz, Manó? Aha. Ő változtatja a színét? Változtatja a színét.
Azért van nyitva a szája. Igen, mert egy kicsit meg van most ijedve, amúgy nagyon szelidő és nagyon békés. Jó, bocs, hát... hogy a gyerekem diktál neked 5 éves, nem tudom, nem tudom oda letenni. Jó, gyere, leteszem akkor. Csak mondom, hogy a sáska közben kint van. Jaj, aha. Egy picit tedd vissza, hogy... Várjál, óvatosan így, mert megijed. Figyelj, Feri, mert ez nálad már kedden, hogy itt fél tőled. Ráraboljon valamelyikünk szemére. Hogy tetszik neked? Hogy tetszik? Segítesz fogni nekem az ágat? Ez mi, ez egy színváltoztatós kaméleon? Vagy figyelj, tudod, sokkal jobban tudok. Fogod az ágat, én ráteszem a kis kezemre, mert most egy kicsit ideges, mert elővettem a dobozba, meg szegény... Meg Laci belerúgott a dobozba. Hát igen, a szerkesztő Laci belerúgott a dobozba, azt hitt, hogy üres doboz, szegény. Mozog a takaró, igen, ilyen takarót kell rátenni a sünire, ebben alszik, jó, Manó? Te Zoli, a sáska, az megeszi a sünt, vagy a sün a sáskát? Nem, a süni megeszi a sáskát, jó, csak a kapu, jaj, opszi. Szegény állatok. Benny, addig jó, amíg mozog az a takaró, jó? Amikor nem mozog, nagyon gyorsan szóljál majd mamának, jó? Na Benny, melyik tetszik jobban, a kaméleon? Mit viszel? Melyiket vigyük haza, Manó? Visszük haza? Sünit ha vigyük haza? Ha őt viszitek haza, viszitek haza. Mi van, hozzád költözik a Benny erre a 6 hétre? Hát most már... Vagy te jössz hozzá, Zoli. Figyelj, Manó. De a szobádba vagy hova akarod rakni? Mi hol tartsuk? Lent vagy? A szobádba tegyük? Igen? Jól van. Mi a széfkódja, Benny? Jön neki, hogy ilyen vagy, Jani, nyugodtan. De tudod, mit teszik a süni? Tudod, mit fogsz neki enni adni? Mit adsz neki enni, Manó? Azt a sáskát, ami a zsebében van. Mit adjunk neki enni? Mit szerezzünk neki ma? Na most már elszoktak a sáskák itt a stúdióba, úgyhogy azokat nem tudja hazavinni. Egyék meg a sáskákat. Oh. Ne legyél ilyen. Adjunk neki almát. Manó? Veszünk neki almát? Jó. Figyelj, mennyit bír egy... Óriás csivadugó volt. Igen, ez jó. Óriás csivadugó. Figyelj, mit teszik egy ilyen süni, Zoli? Mit adjunk majd neki? Hat hét tényleg kutyatápot? Igen, főleg jó minőségű kutyatápokat. Tényleg ezeket a prémium minőségű kutyatápokat szeretik, illetve ritkán adhatok neki gyümölcsöt is. Meg hát ugye, mivel a süni ragadozó, főleg lárvákat teszik, tehát ezek a gyászbogállárvák, sáskák, hát azokat is lehet neki adni, meg hát friss víz mindig legyen előtte. Szerencsé, hogy ez a vígére hárul ezekbe. Gyászbogának hívják őket, már tudjuk a sorsukat. Igen. Mondjad, Manu, mit látsz? Mozog. Persze, hogy mozog. Hát most még igen, egy hét múlva már nem fog. Na, ilyen is mondjatok nekem. Van belőle több? Van de nekem hogy? Több, igen, van nekem több süni. Jó, csak azért a pótolni kell. Ugyanekkora méretben is van? Ez természetes szín vagy hipó? Rosszul lett kimosva, nem kimosta aztán. Nem, ő igazából albínó. Albino süni, nagyon-nagyon jó fej, tehát ő tényleg szereti is az embereket, mert őt szoktam vinni több rendezvényre, és általában bírja, elég jó bírja, tehát 6-7 órát simogatják, tudod, az én süni, tehát 6-7 órát én nem bírom. Belepusztul. Igen, tehát ő elég jó bírja, és azért is mertem így behozni, mert tudtam, hogy ő aztán... Tehát nagyon nagy dolognak kell hozzá történnie. Nagyon nagy dolognak kell hozzá történnie, hogy ez valamit csináljon. Figyelj, Manu, beszéljük meg, hogy mi legyen a neve. Fontos, mert most kell neki nevet adni, mert utána délután már arra hallgat, ha elmegy. Hm? Milyen nevet adjunk neki, vagy mi legyen a neve? Sáska? Apasün. Apasün? Apasün legyen. Mondjad. Sugyen? Semmit nem mondok. Semmit nem mondasz. Jól van, kicsim, figyelj. Ez van neve már amúgy. De mi? Ludmilla? Ludmilla neve. De hogy lehet egy sünnek Ludmilla? Ah, milyen neve van? Te adtad, Zoli? Gyerek, wow. Én. Volt, Zoli, a gyerek megint kinyírt egy sáskát. Már kettő. Nagyon nagy. Jézus. Igen, óvatosan. Gyerekek, kicsit szétfolyunk, de megvagyunk. Feri, ezeket egyébként te tanulmányozd, mert hogy ezekből te fogsz ott kint kaját nagyon csinálni. Nagyon finom, csak mondom. Én már ettem. Tegnap ettem, tehát megkóstoltam nagyon én is. Nagyon finom, ez úgy rendezvényen, működik. Úgy működik a dolog. Pontosan ezen a rendezvényen megkóstoltam én is, soha az életemben. Bedobod a fagyasztóba, akkor ő elkábul, és már mehet is a forró lába kis fűszerrel. Akkor már mindenkinek van játéka. A gyerek sünizik, az Oli kaméleonozik. Feri, a sáskák elkészítésére adja. Szerintem itt a stúdióban is kaméleonozni fognak meg a maradék sáskákat kergetni, amit nem vagytok itt. Kettő van valahol. A kaméleon az egyszerűen lenyűgöző. Ő nagyon szép, tehát ő tényleg a büszkeségem, tehát ő egy himpárdusz kaméleon, és ő tényleg gyönyörű, tehát az egyszerűen, tehát a természet remek műve, ez a párdusz kaméleon, nagyon, nekem nagyon, nagyon kedvencem. És mire változik a színe? Hova kell tenni? Tehát csíkos háttér előtt, vagy csíkos... Hát azért annyira nem, de tudja, tehát ez főleg ugye az idegállapotától is, tehát hogyha ideges, akkor egy kicsit élénkebb színei vannak. Aha. Tehát este, mikor elalszik, akkor azért kivilágosodik teljesen. Egy 20 centiről ki tudna enni a számból egy szem zabot? Hát körülbelül, de próbáljuk ki, vedd be a sáskát a számból, próbáljuk ki. A le is vadásznál? Persze, azokat eszi, 3-4 darabot naponta. Figyelj, Zoli, tök komolyan, ez most örökbe mondhatom a gyereknek, odaadod? Igen, mert ezért mondtam, kérdezz meg, kérdezz. Igen, a gyerek elvitte a kedvencet, csak hát mondom. Hát most már igen, ha most visszakérdez, ez szívtelen állapot. Vegyétek meg, ezért le fogja ejteni. Amúgy is. Na, figyelj, most egy pillanatra váltsunk komolyra.
lehet ott tényleg mit a fekete özvegyre számítani? Ugye kaptunk a hallgatóinktól, ami drága hallgatóink küldtek nekünk levelet, és mindenki leírta, hogy az első az, hogy cipő megkopogtat, sarok kijön, stb. Ez alap? Főleg a skorpiók miatt. Tehát főleg a skorpiók miatt. Mert hogy mi lesz, hogy kinnalszunk majd a dzsungelbe, amikor ugye másokat forgatunk reggel. Szeretettel másznak bele az cipőkbe, mindenféle csomagokba, ruhák közé belebújkálnak, főleg éjszaka mászkálnak, tehát azért azt mindenféleképpen, tehát hálózsákok meg ilyeneket azért át kell nézni. Hát ugye, hát a Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Mit befogtuk hallgatni? Azt ennyi. És ha valaki tudja, akkor az ő. Igen, tehát ő ebben mester, úgyhogy ha onnan jött, úgyhogy, tehát ő tudja. Hát igazándiból azért pár mérges kígyó lesz ott kint, de hát mondjuk pár másodpercesek is vannak, úgyhogy azért nem kell tehát aggódni. Tehát nincs nagyon időnk átmenni nem, a másikhoz szólni. Nem lesz semmiféle fájdalom. Egy fekete özvegy után mennyi idő van? Tehát azt mondom a Janinak, hogy hát az Jani, szervezeti... Jani, adj egy kis fenisztírt, megcsípet! Van még időm elmondani, hogy adjon fenisztírt. Csukszem tabaszt, hát nem nagyon, a hang se ír oda szerintem, mire megmerevedsz. Ennyi, tényleg? Hát mondjuk feketőzegyót nem fogtok találkozni, de vannak durva pókok is, meg skorpiók is kint. Azért arra azért tényleg vigyázzatok. Meg az éhező bunyós pityú. Hát ez meg a másik, hogy ő három nap után egy pár ügyön. Megcsipte, nem csak éhes. Nézd a kamélon, még őnek is van véleménye. Figyelj, megy a mikrofonhoz, kiszúrta a mikrofont. Figyelj gyerekek, egy piros, zöld, gyönyörű szép kamélon üldögél egy faágon. Zoli egyébként 20 perce mozdulatlanul tart a kezében, nem is értem. A kamélon elindult a Zolihoz, közben forgatja a szemét, és át tud menni sárgába, át tud menni zöldbe. Hát azért zöldbe igen, át tud menni, azért citromsárgába nem annyira tud átmenni, de hát szerintem így is teljesen. Tehát ezek a párduc kamélonok a legélénkebb színű kamélonok, és a leggyönyörű. Úgyhogy ő Madagaszkáron él, de hát ez egyszerűen tényleg gyönyörű. Tehát ő rá vagyok a legbüszkébb. Tehát nekem több kamélonom van. Hál' Istennek most volt egy sikeres párzás is. Tehát ő, jaj, de jó! Igen? Ez nagyon de beszéljünk újra a kamélonról. Nem nekem! Hagyjuk, Zoli! Hát mi az, hogy körülszünk ennyire? Százszor elmondtam már, hogy adásra, hogy hagyjuk a magánéletedet. Oké, jó, büszke vagy meg minden. Tényleg mi is örülünk veled együtt, hiszen van lelkünk. Jó, na, mi van? Kígyó, pók, mi van még ott? Pók, valami? Hát inkább skorpiótól félnék én a helyetekbe, igen. Skorpiótól félnék én a helyetekbe, tehát az ott lesz bőven éjszakai vendég, úgyhogy kaptok majd rendesen ott, én szerintem. Na jó van, gyerekek, csak az íze véget, nem? Abban van a vitamin, ahogy szoktam mondani. Abban van a vitamin. Hát Pákot hívjátok fel, azt elmond mindent. Az biztos, aha. Ezt már egyszer megpróbáltuk. Páko mindent el fog mondani. Ha nem értetek, minden lefordítom. Neki minden állatakkal a magó. Ő azt se tudja, hol van, se itt se, akkor ha kivisszük. Jó, figyelj, akkor a sünit mi megtartjuk, vigyázunk rá. Jó, este rongyot rá tenni, akkor abban érzi magát. Nem, a rongy az benne marad, az alul is benne lesz. Benne az alomban, és akkor abban, hogy beletúrja magát. Így van, egy kis macskalom, mert ugye szobatiszta, tehát rámegy az alomba. Szobatiszta teknős. A sűn szoba tiszta. Így van. Tehát én kiengedem a szobából, visszamegy pisilni be hát a ketrezzel. Akkor azért nem, tehát főleg azért ismerkedni kell ugye az új környezettel, tehát első pár nap azért ismerkedniük kell a Benivel, de rá fog menni a macskalomra, és ugye ott végzi a dolgát. Tehát kell miért a macskalom. Van macskátok? Tehát szeretek a macskát. Macskalom. Csak a kutyakaja, meg ilyen sáskák. Igen, de a jobb minőségű, tehát tényleg jó minőségű. Jó minőségű. Még válogat is? Hát persze. Hát, figyelj, örülök. Hát milyen sznob ez a kis... A törpesön is 27%-os áfás. Micsoda? És kutyakaján kívül adhatunk neki almát? Meg igen, ilyeneket? Gyümölcsöket, valamelyiket megeszi, valamikor megeszi, hát azért ő almában azért, meg mindenféle gyümölcsökben válogat. Jaj! Vigyázz, óvatosan! Gyere, Manu, mutatok egy jó, pókot megijed. Közbe! Gyere, itt a... Láttad a pókot? Látom! Ez milyen pók? Egy madárpók. Egy madárpók. Tök jó, na ezt rázta a Beni. Vigyázzál! Óvatosan, mert... Láttad a pókot, Manu? Nehogy lehúz az ágról! Figyelj, ez csíp ez a pók, vagy ez mar, hát vagy igen, tehát azért ugye madárpók az veszélyes. Micsoda? Mar. Hát akkor ezt letesszük, ezt nem adjuk. Jaj, hogy hívják ezt a kis állatot? Tájunk. És kitől kaptad, Manu? Kitől kaptad? Tőled. Bocsánat. És nevetlen jó apa vagy. És mire ezt betanítottam hát neki? Ez hihetetlen. Tudod, mennyit gyakoroltuk a ezt a mondatot? Egy plüstiges. Na, kitől kaptad? Mamától. Nem! Hol lapadásban vagyunk? Éltsd már meg! Tőlem kaptad! Ugye, ugye hülye? Ugye, hogy hülye? Igen! Igen, egy hülye pöcs! Apa is megmondta, egy igazi pöcs! És ez nem volt előre megbeszélve.
Ezt szokta este mondani apa otthon? Csak mondom, ő is adott nekem egyet, ugye? Töki, adtál te is nekem egyet, adott egyet, amiből a... Oké. Okay. Jó, hát hogy ebből én bújok ki, elmondta, és amit ő adott, ha nagyon hiányzom neki, akkor majd ő kibújik az én állatomból, amit nekem el kell vinnem magammal. És ha hiányzik, akkor ő majd kibújik a kis paciból, amit adott nekem. Tehát állatot cserélt. Azt még nem tudom, hogy hogy oldom meg. Csak a kertészed ne bújjon ki a kezes lábasából, ami nem vagy ott, ugye? Nem örülnék neki, ha ott találnám mesztelenül a mosogatógépszerelőt. Na jó van, Zoli, nagyon drága vagy, hogy ennyi mindent hoztál. Figyelj, tedd le nyugodtan, mert neked leszakad a karod, jó? És de gyönyörű. Ha bármilyen tünetet látunk, csípés, lefotózzuk, küldjük, persze, és akkor mondod, hogy én mi van. Tovább küldöm a Pákonnak, és megbeszéljük. Persze, ott. Megbeszéljük a Pákon, persze, megbeszéljük. Hát a fölvesz a telefon, tehát van olyan, amikor nem találja, úgyhogy... Figyelj, nagyon fontos, egy utolsó kérdés, hogyha ez a süni megmúrdál, véletlenül, na, ne adj Isten. Na, de ne beszéljünk ki ugyanilyen. Okay, van egy ugyanilyen. Ludmilla 2. Nem hagyhatom ott a gyereket 6 hétig, úgyhogy egy hét után. Ez a süni... Ez a süni egy éves. Ez nagyon jól működik, nagyon jól viselkedik. Tényleg, igen? Eszik, iszik, ennek nem szabad. Rápróbáltunk sörétessel. Nem. Tehát figyelj, figyelj, te is de mondjatok. Ez nem. Egy Patek Filipe, hogy jól működik? Hát ez egy állat. De azt mondom, hogy ez teljesen egészséges. Aha. Eszik, iszik, úgyhogy ez nagyon, nagyon szívós állat. Jól van. Jó. Na, de azért ne hűtsétek le, azért ne hűtsétek le, ugye afrikai törpesűről beszélünk. Semmi tehát, baj, akkor 10 percet kezd a mikróba délután, este megy a fagyasztóba. Szóljon. Nem, vigyázzunk szegény. Rá. De ahogy is, a Benny imádni fogja, vigyázz rá. Viki lesz vele, anyósom lesz vele, vigyázzunk rá. Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, nagyon ja, köszönjük. Köszönöm szépen. Jó? Vigyázz magadra. Ha itt történés van, akkor ugyanúgy nekünk e-mail, hívunk, mészvadászni, tehát hogy mi magyar hírekkel foglalkozunk. És... Vagy hát, ti bajba kerültek, hívjatok, az kiugrok, hát pikpakasztok. Persze, hát, jó. Elintézzük. Hát, nálam van egy Bianco repjegy neked, ha bármi van, azon hozd a szérumot. Zoli és Pákó, mekkora csoda csapat le, lők itt kijönni. A Szilágyi helyett a Pákó. Hozzátok a Szilágyi is jó lenne. Imádnám, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Higgyetek el, lenne. Nincs jobb egy meleg víz orral olvasónál. Én. Nem mindig. Volt már. Igen, volt. Hú, nem akarok erőtöbbet beszélni. Hát talán persze, már pont elég volt. Nem ezen a helyen, ahol most lakom. De mikor észreveszed, hogy stíröli a felső testedet, és megpróbál mindig hozzáérni a vállathoz. Igen. De olyankor azért feszítettél egy biceps pózt, nem? Csak vagy... már úgy mentem ki. Beszívtam a levegőt, és így mentem ki. Dicsérjem meg mindig. Az, igen, az előző helyem, ahol laktunk. Sebestyén úr, picit meghúztam tegnap a derekamat, lehajol le, és szabad tenni a víz óra bejárat. Hát persze lehajol. Az előző helyen, ahol laktunk, a 18. kerületben, ott a Pali... Na jó, minket ne keverjél bele, Pali. Nekünk aztán ez semmi közünk. De hogy nem. Lehet, hogy hozzátok is járt, az észrevettem, hogy stiről. Ez egy dolog, hogy stiről, de amikor megjegyzéseket tett, hogy fogytam és híztam, és megjegyzéseket tett, hogy változott az edzéstervem, vagy mitől vagyok most ilyen jó formában. Fél évente jön, hát persze, hogy látta rajtad. És éreztem rajta, hogy nem úgy néz rám, akkor azt gondoltam, hogy nem éltél még igazán, ha nem volt meleg vízóra leolvasó. De nem csak. Nem éltél még igazán. És mindig csöngetett, és mondtam a Vikinek, hogy csak én megyek. Ez én a helyi harcom. Fölvettem a kis feszülős pólomat. És egyetlen pozitív visszajelzés évek óta még ez a kedves, rendes ember itt megjelenik mindig, és mindenki csérje mellem. Nincs jobb ennél. Vagy amikor érzed, hogy így hozzád ér, hogy megfogja a válladat kicsit, és azt de mondja, hogy ezt hogy a viharban hogy fogja meg? Hát nem nyúl hozzá. Ne, de hogy? Mert nálatok a lift aknában van? Vagy? Következő volt. Ez. Megtörtént. Aha. 18. kerület. Nem, ez csak a tévedés lehet. Hát egy fél évet laknak. Helyettesítő volt. Sokat locsoltál a nyáron, Balázs. Ezt mondtam. Ezt, és így megfogta a jobb államat, most mutatom zsűrűt. Mert ugye jött ősszel leolvasni a vízórát, hogy... Sokat locsoltál. Sokat locsoltál a nyáron. És így fogta a vállamat. És így fogtam a kezét, és levettem a vállamat. De láttam, hogy úgy fogja a vállamat, hogyha most azt mondanám, hogy figyelj, nincs itthon a feleségem. Ígyunk meg valamit bent. Akkor bementek. De miért nem mentél bele egy kicsit egy pikásabb? Miért nem mondtad neki, hogy és tartottad volna a tömlőt? Amikor vannak azok a hosszabb csendek, amikből érzed, hogy itt tulajdonképpen már nem kell... Már nem kell a szó, és már nem kéne csendnek lennie, de te tudatosan nem töröd meg, én teljesen tudatosan nem törtem meg, mert én imádom ezeket a szituációkat. Tehát minden olyan szituáció, amikor te a saját komfortzónádból egy kicsit kilépsz, és valami idegen helyzetben vagy benne, én azokat nagyon szeretem. Ezekben nem elmenekülni kell, ezeket megélni kell, benne maradni. Mondom, én nem szólalok meg. És álltunk, és néztük egymást. És ki szólalt meg elsőnek? Ő szólalt meg, és megjegyezte egyébként, hogy kicsit fogytam. És egy vízóra leolvasónál 15 másodperc csönd után, amikor nézitek egymást, azt mondta, hogy végignézett, nézett, direkt nem szólaltam meg, és azt mondta, lefogytál.
És így, így. És ez a sztori megtörtént. De. Ez a sztori megtörtént, ezt a Viki is tudja igazolni. És mondtam, hogy igen. A kapuból visszanézett? Nem, mindig úgy volt, hogy én kimaradtam, és integettem neki, persze, nagyon szomorúan, kis izé, kis boxer fejjel, igen, hogy most ő elmegy. És a hónaj kutyádat cibálta a szél. És integettem nekem. Nem, és az volt, hogy hónap vége, vagy valahogy ott a havi leolvasásban voltunk, ugye, mert hogy... Hát te kérted. Igen, csodálkozó, hogy nem általányban voltunk, és egy évben egyszer kellett jönni, dehogy is. Szóval, hogy a havi leolvasásban voltunk, és tényleg két-három alkalom után esett le, hogy valójában mi történik, és akkor utána mentem én ki, hogy ennek mint egy jó oknyomozó riporter egyébként utána járjak, hogy valójában jól érzem-e. És azért hidd el, hogy van bája. Van benne valami nagyon megfoghatatlan élmény, hogy ott állsz te egyébként a kis pólódban, nadrágodban egy meleg vízorra leolvasóval, aki láthatóan egyébként szimpatizál veled. Kevés olyan élethelyzet van, amit így megtapasztalsz, és azt mondta, hogy érdekes. Olyan, és ettől nem szabad elmenekülni. Olyan esetleg volt, hogy már nagyon vártad, hogy jöjjön, hogy folytasd a tesztet. Ja, ezért nem volt, hogy kinéztem nyílt a kapu, és akkor egy picit így lassítani kellett a lépéseiden, mert hogy túl gyorsan kezdtél el menni a kapu fel, és már átlátszó volt. Vicces, és jó megtapasztalni, mert olyan élethelyzetekben vagy, ami egyébként halálosan szürreális kívülről. Tehát, hogy tök szürreális, és mit csinál, jaj, elmenekülsz ott, és az egész életed egyébként ezáltal dögunalmassá válik. De kimenni már teljesen tudatosan egy meleg vízorra leolvasod. És kicsit cicáz. Te ezt élvezted, az a baj. De miért vagytok? Lökögetted ki magad a komfortzónából, és 60 évesen mi arra fogunk gondolni Jánossal, hogy hála Istennek ezt egy percet letudtuk, meg arra, hogy csak tovább kellett volna menni. A lehúzott redőny mögött majd a retekbe ülsz, mert a szoba egyik sötét sarkába, kintről pedig azt hallatszik be, hogy én gázolra Gyere ki! Megígérted, hogy kijössz! 30 éve várok rád! 30 éve várok rád, nem várok tovább, vagy kijössz, vagy én megyek be! Hol van az a kanál is? Nem erre gondolok, hanem hogy egy fura taxisofőr, aki neked teljesen össze-vissza elkezd beszélgetni, és rájössz, hogy kicsit paranoid skizofrén, nem egyszer járok így, és elmondja neked, hogy sugárzik a mosópor szerinte. És elmondja nekem, hogy tudja, hogy egyébként én hiszek az UFO-kban, és hagyd mondja el, hogy ő szent meggyőződése, hogy őt figyeli a mosópor. És mit csinálsz ilyenkor 10-ből 9-szer? Beletemetkezel a telefonod, és azt mondod, én hogy azt mondom, ő hogy itt jó lesz. Na, ezt nem szabad. Én azt mondom, hogy itt jó lesz. Nem köszönöm. Szabad. Nem szabad. Bele kell menni, és el kell vele meséltetni, hogy pontosan hol sugárzik. Hogy pontosan mit gondol, és pontosan mi történik, és pontosan őt hol figyelik, miért figyelik, és mit gondol, hogy velünk mi lesz 5 év múlva. Ebben van kraft. Van egy hirdetés az interneten, miszerint kiadó egy falu. Játszunk el a gondolattal, hogy mi mit csinálnánk egyébként ezzel a kiadó faluval. Hirdető megyer, feladás dátum ekkor és ekkor, hirdető megye Veszprém, kategória Telekföld kiadó, 15.000 négyzetméter. Aha. Telek mérete, Balaton közelében. A szöveg pedig így szól, bérelj egy egész falut hétvégére, Sümegtül 10 kilométeren Megyeren. Sümegtül? Én már félig kibéreltem. Sümegtül messzi, nem messzi. Százhordas magony Sümegtül nem messzi, 3 aranykoronáért kibérelt. 2 napig tiéd lehet a pajta, beleszólhatsz a közügyekben, akár alpolgármester is lehet, gyerekek, ez a mi helyünk. Szabadon megválaszthatod az utcák nevét, gyertek falura, éljetek vidáman. Ez a hirdetés szövege. A közügyek azok konkrétan mit jelentenek? Nem erül, arul! Nem arul, erül! Csak mondom, gyerekek, az ár tartalmazza 2 darab utca, aha, 1 darab busz megálló, 1 darab hivatal. Gondolom az egyik utca az Aranyáros utca, a másik pedig a Petőfi. 2 darab vendégház, Feri, neked nagyon jó helyen lenni, mert van egy Baromfi udvar. Így de jó. Lábas pajtát ki ne hagyd. 6 darab ló, 2 darab tején, 3 darab birka, 4 hektár szántó. Most egy hétvégén mit csinálunk a szántóval? Hát figyelj, hogyha bevetjük. Szerintem... És visszamegyünk tavaszra, vagy mi? Szerintem kell egy hely neked fel, ahol otthonosan érzed magad, például amikor a klassz nyár során nem vagyunk ott a Balaton környékén. Aha. Hazamehetsz, már idézőjelben hazamehetsz. Figyelj, arra a hétvégére úgy nevezed el a falut, ahogy akarod. Tehát, hogy ez lehet Rákóczi Kígyós 2. Nem lehet, nem az van. Új Kígyós 2. Engem két dolog érdekel. Ez meg olyan. Két dolog érdekel. Ha én akkor pénteken... kis Új Kígyós. Így már igen. Ha én pénteken levonulok. Igen. A többi jobbágyjal. Vagy a jobbágyjal. Igen.
A hűbéreseiddel. A különböző óra leolvasókkal. Enyém-e az első éjszaka joga, mint régen, illetve beszedhetem-e a tizedet? Bár nem vagyok egyházi személy, ugye a tizedet az egyház szedte, mert azt mondta, hogy minden, ami terem, az isteni, ezért gyorsan vegyük első az egy tizedet. Első éjszaka joga, de hát a bérletben nincsenek benne az ott lakók. Viszont hát azért nem sorolták föl, a tehénnek meg nem mindenki örülne. Jó, de van 6 darab ló, 2 darab tehén, 3 darab birka, nem ismersz még elég. Úgy érzem, még nem tudsz róla minden. Ugye miről szól ez a dolog? Tehát, hogy ha bérbe vesszük ezt a falut, élhetünk-e az első éjszaka jogával? Vagy csak a falut kapjuk meg, az ott lakókat egyébként nem kapjuk meg? Mondjuk, hogy van ez? Rövid hétvége vagy hosszú hétvége? Hosszú hétvége, pénteken vonulunk, szóval vasárnap visszajövünk. Mert hogyha mondjuk rövid hétvége lenne csak éjszakával, akkor vagy hívják, tehát az első éjszaka joga? Feri. Rámutat, akkor lehet, hogy én megúsztam. Te jönnél a sajnos két este van, legalább. Az a baj, hogy nincsenek föl, tehát Marika néni. Tudod, így, mert hogy itt van 6 darva ház, mitén két utca, és a lakosok, akkor föl kéne, hogy sorolva legyenek. Tehát ők valószínűleg nincsenek benne, de szerintem, ha te pénteken lemész, és te ott alpolgármester leszel, alpolgármester akkor lehet. Azonnal meghozhatod a döntést az első éjszaka jogáról. Hát vagy benne vannak a lakosok, de ez annyira a kézzelfekvő, hogy bele sírják már a hirdetésbe. Bemész a házba, kibéreltél mindent, bemész és bemész a tiszta szobába, körülnézés, a végre csend. Jó nap! És ott ül a sarokba, ott ül a sarokba egy néni. Igen, rokkával. Az ablaknál. Már láttam magukat. Mennyire jöttek városiak. Igen, ma láttam a mindket, csak egy megnyanyas. Csináltam csöreges ánkot. Házilek már oda kenni, ahova akarja. Meleg még a pitém, higgyel, idős pite, nem kihűlt pite. Gyerekek, tényleg, ez nekem nagyon, ez nagyon, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Bérleti díj 210 000 forint. Nem dobjuk össze, és nem megyünk le 3 napra. Mit csinál? Könyörgöm, hát te emlékezzetek vissza a túrkevei kitelepülésünkre, amikor állatokat kellett megfejnünk és birkát nyírni. Hát ott bénáztunk. Hát de mit, te beköltözöl a pajtába, ja, levágod a baromfit, én kimegyek lovagolni, te Jani, mit tudom én, hemperex egyet a szántón. Hát igen, nem, addig én összetrágyázom a trágyát, ami összegyűlt. Egyébként maga az ötlet zseniális. Adjuk ki a falut, kicsit az idegenforgalmat dobjuk fel. Figyelj, csapatépítésre. Felvilágoztatjuk a turizmust. Meg ilyen vállalati, meg mit tudom én, ilyen üdülések. Szerintem tök alkalmas lenne őket. Most pont az jutott az eszembe, hogy tényleg, amikor mondjuk nem vagyunk a Balaton környékén, amikor így a Klasznyán során, idén is valószínűleg lesz belőle valami, én nagyon örülnék neki, akkor az egész stáb, az összes Klassz FM-es oda mehetne erre a hétvégére. Oda mehetne 10-15 egyébként, ember. Egyébként tényleg. Oda mehetne 10-15 ember. Szólni kéne a vezírnek, hogy vegyük ki ezt a falut, és vonuljunk le egy csapatépítésre. Jó, de nem egy nagy össze, 210 ezer forint, tehát vagyunk most, mindenki beledob valamennyit, mert még le tudunk menni önköltségre is, tessék? De nem fog hiányozni a gokártozás? Én viszem a vízóra leolvasómat. Majd bele a gokártozás, álló szobát. Én dupla szobát kérek, mert én leviszem a vízóra leolvasómat. Én annyit kérek, hogy hadd válasszam ki a falu vízóra leolvasóját. Tehát ha nem is viszem az enyémet, a vízóra leolvasóra én jogot formálok, mint alpolgármester. Beiktattok engem. Leszel az a... De hát bocsánat, ha az egész csapat lemegy, akkor azért a vezérigazgató csak jár. Beiktattok engem, mint alpolgármester. Árpi lesz az istálós fiú. Cseréljünk posztot. Aha, és a vezérigazgató lesz az, aki mit tudom én, megy a pajtában, a műsorvezetők lesznek a házi nénik, tehát mindenki nem olyat csinál, ami bevet, kivéve engem. Értem, akinek jár. Én leszek az alpolgármester, és eldöntöm, hogy ki milyen poszton helyezkedik el a faluban erre a két napra. Csabit hova teszed? Abaházit? Abaházi Csabit. Ő... Milyen tisztségek vannak még? Ő lesz a jegyző. A Jani lesz a kisbíró. Én a kisbíró. Egyébként te mit kisbíró? Kimegyek, egy kis dob lesz majd a nyakamba, igen, kis csizma, kis budgyos nadrág, kis kalap a fejemen, kis mellényke, körbeégetett papírteket. Így van. Töködök. Köszönjük. Mi lesz a neve a helynek? Mert átnevezhetjük. De nem, hát van hely, van. Megkérdezzük, mindjárt felhívjuk a polgármestert, aki tényleg olyan, mintha már nem is létezne, mert csak ígérgetjük egy órája. Ja, Titus lesz a szódás. Fontos pozíció. A programigazgatónk lesz a szódás, kap egy szekeret, és két napig üvöltözik, hogy itt a szóda.
Aha. Ugyanitt késélezés. Aha, és megállni. Nagy uram! Nem vesz egy halac szódát. De egyébként nem lenne zseniális, hogy mit tudom én, Titusz és Vágópiros ülne egy szekéren, és ők lennének a szódások, és az egész egy ilyen brutálisan furcsa, szürreális szerepjáték lenne. Két napig, amikor a saját kollégáidat látod egy szerepben. Istálós fiú, pásztor, mit tudom én, jegyző, kisbíró, alpolgármester. Tehát imádnám. Mondjuk neki rá kellene készülni, mert olyan szódát nem árul, ami nem ment át a tesztem. Jó, akkor legyen burgonyás. Akkor legyen burgonyás. Krumpli. Krumpli. Zseniális lenne ez. Ezt tényleg feldobom a vezérigazgatónak. Menjünk le. Úgyse volt még ilyen Klassz FM-es csapatépítő. Tavasszal valamikor bérbe vesszük ezt a falut, és lemegyünk. Nem? Ez jó. Ez jó. Ki lesz a kultúros, mert a kultúr is a rendezvény teremtő. Hát a Szani Roland, neki úgyis hasonló a műsor. Egyébként igen. Szani Roland. Szani Roland lesz a kultúrház igazgatója. Van kultúrház? Van. Gyerekek, meg vagyunk. Nagyon jó. Ki lesz a pap? Mert kell egy atya, és kell egy harangozó. Laci, legyen a sekrestyés. Mert abban sok minden belefér. Figyelj, a pap... pap, várják, ki legyen a pap. Legyen a Garamia pap. Neki úgyis, úgy. Jézusom! Bemenne a templomba, és így füstölne a szentelt. Hát. Tudod, és... Na, most kezdett el igazán érdekelni a dolog. Na, itt van Megyer polgármestere, Pajer Kristóf. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Kristóf, nagyon jó az ötlet. Ez egy közös döntés volt, te találtad ki. Nagyon szimpatikus, hogy odaadjátok az egész falut. Vagy elnyomtad a többi hármat. Nem, hanem... vasárnap este egy társasággal beborosztunk, akkor kitaláltuk ezt a ötletet, és másnap meg is valósítottuk. Hogy magát a hirdetés ötletét. A legjobb ötletek úgy születnek. Egyébként igen, egy görbe este után. Mi volt a cél? Az, amit én gondolok, hogy egész egyszerűen felvirágoztatni a turizmust? Igen, mert már eddig is volt turizmus Megyeren, sok kis vendégház üzemelt, és most kitaláltuk azt, hogyha így összerakjuk egy csomagba, a tulajdonosok is berakják a közös csomagba a kis házikóikat, az önkormányzatnak a saját kis infrastruktúráját, akkor elméletileg egy jó pofa dolgot lehet az egészből kitalálni. És nem volt semmilyen ellenállás, azt mondod, hogy minden tulajdonos, tehát Marika néni nem mondta, hogy ide nem jön senki. Már pedig ide nem fogja betenni a lehet, ebben olyan házak vannak betéve, ami már mint vendégházként üzemelnek. Na, nem Marika néni mellé kell beköltözni a házikóba, hanem az vannak olyan... Csak a testemen keresztül. Figyelj, mi már így rádióstul gondolkodunk abban, hogy lemegyünk hozzátok, szerintem Marika néni is örülne. Tehát vannak itt olyanok a rádióban, hogy Marika néni is boldog így lenne. Így van, egy arany lakodalom után már mindenek örülsz. Tehát ide, hogy Szani Roland két feles után bármire hajlandó. Mit lehet igénybe venni? Tehát tényleg a hivatal, az utca, a Baromfi udvar, ló, tehén, birka, szántó, tehát ezt mind igénybe vehetnénk, ha lemennénk? Ez egy zsák település, ide bejössz, és nem tudsz semmerre se elszökni. Itt van két autó a falu, három. Van nekem egy autóm, a Janikának egy autója, meg van a falubusz. Janikának és a falubusz. Aha, a falubuszba két kanyarba elviszik az egész falut, mert ugye 9 személyes a busz, és 18-an alszunk a faluba. Tehát. Mondjuk a fizetés szempontjából is azért praktikus, hogy zsákfalu, nem? Igen. Nem tudok meglógni, csak hogy... Hány ember befogadására vagytok alkalmasak? Lemegyünk 40-en, hányan vagyunk a rádióban? 40? 39, hogyha mindenhol alszotok. Plusz még a szénapadlás, hogy hallottam. Hát azt kibérelték ketten is. Az a baj, hogy már írta SMS-t a vizorra leolvasó, hogy foglaljam a szénapadlást. Hiába menne Jani a szénapadlásra, mi már ott horpasztunk egyébként. Hát, körülbelül ennyien vagyunk a cégnél, nem? 30-40-en vagyunk. Most néhányan betegek, családosak, gyerekesek nem tudnak jönni, tehát körülbelül egyébként ki is töltenénk ezt a 39-es kis létszámot. Igen. És tényleg, ha Feri akar, lehet kocsmáros? A Feri lehet kocsmáros, a Garamia papságát az bukta, mert nincsen temploma. Építünk addigra. Felhúzunk egyet. Másrészt meg szegény, amikor főiskolás voltam, nálunk bulizott egyfolytában Dunaújvárosban, tehát ismerem, hogy mennyire alkalmas papnak. Igen. Hát pont azért tisztítanánk meg a lelkét, hogy lenne mit megtisztítani. És jelentkezgetnek már egyébként? Szépen, tehát a tegnapi napomat az elúszott, mert szerettem volna mással foglalkozni, de ezzel kellett szerencsére. Mert egyfolytában jöttek a különböző ajánlatkérések, ötletek. Volt, aki felvetett, hogy ő nem kibérelni szeretné, hanem megvenni. Mondtam, hogy ez... Picit szerény ajánlat. Ez így kicsit nehéz. Na, beszéljünk arról a fontos dologról, hogyha az egyetlen embert, aki alkalmas arra, hogy vezető tisztségbe kerüljön, tehát a Balást alpolgármesternek helyeznénk el, akkor milyen jogokat és milyen kötelességeket rósz rá?
Hát az első éjszaka jogát, azt meg kell beszélni a Vilkával. Én olvasom, hogy van itt azért tehén is, tehát van egy csomó. Vagy vele kell egyeztetni. De hát amit szeretne, ez egy véletlen, tehát gondolom a törvényalkotó nem ezért találta ki azt, hogy benne hagyta az ÖTV-be, hogy a polgármester saját jogon kinevezhet külsős alpolgármestert, biztos, hogy megremegne a keze a kormányhivatalba az ügyintézőnek, aki ráteszi a pecsétet, de benne marad. Bármit, tehát amit szeretne, amivel megkér minket, hogy megbízzuk. Itt azon gondolkodtunk, hogy utcaneveket el lehet nevezni poénból azokról, akik lejönnek, hogy meglepődjenek, amikor jönnek, hogy Józsika utca. Ez Sebestyén Balázs. És ezt kirakjátok egyébként, tehát ezt ki is teszitek. Aha. Ki. Hát ez nagyon szimpatikus. Italbolt, borbolt, ilyen van. Nincs kocsma a faluban. Nincs kocsma. Csinálunk. Amikor rendezvények vannak, akkor van arra mód, hogy a kitelepülés kocsma. Kitelepülés kocsma az Anita hát közben. Elég ráfizetéses lenne egész évben egy kocsmát üzemeltetni Megyerenten. Hányan laktok? 18-an alszunk ott. Aha. Mit jelent, hogy alszotok ott? Tehát, hogy nappal eljárkáltok? Jöttem, hát, mi, amikor megébredtek, gyorsan mindenki széled nappal? Nem, hát ugye minden, tehát van úgy, hogy valaki megnézi a lakcímkártyát, van az, hogy bejelentett lakcíme Megyer, tartózkodási helye Budakeszi. Tehát, és akkor így van olyan, akik azzal segítik a települést, hogy oda vannak bejelentve, így a személy jövedelmadójuknak a ránk eső része az Megyeren landol a kincstárba, de életvitelszerűen ugye Budakeszi lakik például. Állandó lakcím Megyer, tartózkodási helye környező Szántó. Igen. Hát ez nagyon szimpatikus. Akkor nálatok azért egy ilyen, nem tudom, közgyűlés, vagy nem tudom mi van, azért az nem egy hatalmas. Hárman vagyunk. Hárman vagytok, tehát hogy így... Plusz a jegyző, és egy írnok, aki írja a jegyzőkönyvet. Tehát öten szoktunk részt venni egy ülésen, de hogyha valaki hiányzik a képviselőtestületből, akkor is... Az igen. Két fővel is azért meg tudjuk hozni a döntéseket. Nagy veszekedések vannak, amikor állandó veszélyben van a kétharmad, mert hárman vagyok. Zseniális. Nálunk az olyan veszélyben nincsenek kétharmad. És miről kell dönteni? Tehát, hogy egy ilyen faluban, amit 18-an laknak, neked, mint polgármesternek, milyen súlyos döntésekkel kell szembesülni? Majdnem ugyanarról kell dönteni, mint Sümegen, csak kisebb tétet, tehát nem több ezer embernek a szociális ellátásáról, hanem csak pár embernek a szociális ellátásáról. Tehát ugyanazokat a papírokat ki kell nyomtatni, ugyanannyi papírt alá kell írni, mint a sümegi polgármesternek, csak a számok kisebbek ugyanazon a papíron. Tehát munka az ugyanannyi van, csak a kockázat az egy kicsire kisebb, meg kevesebb. És naponta újra dátumozzátok az eltartási szerződését Marika néninek. Hát ez nagyon szimpatikus. Jó, lehet, hogy befoglalunk akkor egy hétvégét. Jó? Hát ha lesz hely. Hát ha lesz hely, ezek után egy ilyen beszélgetés után, figyelte, ma egész nap telefonálni fogsz. Egyébként. Reméljük, azért csináltuk, tehát... És te ilyenkor ott maradsz, ha igénybe veszik majd a falut, vagy vagy ilyenkor te kiköltözöl, és tényleg teljesen átadod a kulcsot? Nem, én akkor ott szoktam lenni mindig. Tehát azért az úgy van fönt a hirdetésben, hogy a lakóháza kivételével kiadó. Tehát azért, amivel lakunk, azért az nem kiadó, hanem az összes többi, ami nem lakóház. Nem is a lakóház, a hivatal, tudod? Jó pénzért irodasegédnek elmegyek segíteni. Á, gyerekek, ez nagyon jó ötlet. Kristóf, ez egy jó ötlet. Még egy átborozott éjszaka után tényleg. Nagyon, nagyon szimpatikus. Jól van, hát köszönjük szépen, lehet akkor, hogy jelentkezünk tavasszal. Jó, megvárjuk, mi kicsit jobb idő lesz, kitaláljuk itt, hogy ki mit vállal. Az látszik a honlapon egyébként, hogy gyönyörű helyről van szó. Igen. Hát amíg le nem megyünk. Uh-huh. Igen. Mert edzettek vagyunk, mert minden nyáron van egy ilyen nagyobb rendezvényünk. Azt egyébként néztem, hogy ugye elég keményen már belehúztatok a témába. Action, Gangsta Zoli, Aurora, Road, Junkies. Igen, három húzós nap van, ez egy hetes program, ahol az elején ugye kevesebben vannak kisebb programok, az utolsó három napban van. Már a kevesebb az, hogy 18-ból elmennek hárman, és a teltház a 18? Ja, nem, akkor is azért pár százan ott vannak, hanem nem napi 30 koncerttel, vagy 20 koncerttel megy a rendezvény, hanem van napi egy színpadon napi 5-6 koncerttel mennek a bulik. Azért tudni kell róla, hogy ez rock jellegű. Van pár polgári zene, tehát ilyen Anna és a Barbie szokott lenni. Az idén nem, ez a tavaly volt. Kováék, Rót, Depresszió, az azért meg keményebb. Ez jó egyébként, ha a szaszát kibírtátok, akkor minket is túléltek. Jó, de nem marad egész hétvégére. Hát ez is sokszor leszokott jönni.
Egyszer megy le, csak nem biztos, hogy másnap már fel tud jönni. ott marad egy hétig. Na jó van, Kristóf, beszélünk még, köszönjük szépen nektek. Okay. Jó munkát! Hello, köszönjük szépen, Pajer Kristóf, a Megyer polgármesterével beszélgettünk. Zseniális ötlet, tényleg. Jó, azt. Nagyon jó. Egyértelműen, szerintem egyébként lehetne is követni a példájukat. Gyerekek, vidéki esküvő Megyeren, most olvasom, hogy az is van neki. Hát csináljuk már meg, hogy ti még összeházasodtok. Igen, egyébként. Hát, ebben igazad van. Igen, lenne némi ellenmondás, hogy fővárosi esküvő Megyeren. Miért nem csináljuk azt, hogy rádiós násznép, ti összeházasodtok, levágjuk az összes élő állatot, ami ott van és mozog. Tessék, és lesz egy ilyen esküvővel egy beköltött. Zsűr és Jani, nyoszoljó lányok. Begurulok Argyelán Krisztával ördögszekérbe, és csinálunk egy ilyen Feri esküvő, Klassz FM, rádiós csapatépítő, tréning, elvonulás, hétvége, esküvő, ott minden. Ott maradunk a rockfesztiválon. Egy ilyen igazi klasszik, ilyen mediterrán jellegű. Pénteken elkezdjük az esküvőt, vasárnap még táncolunk, és egy ilyen Feri esküvő plusz Klassz FM rádió csapatépítő Megyeren, gyerekek. Három napig mindenki makonya részegen fetreng. Nem? Ebben biztos lehetsz. Van itt valaki, aki ellenzi az esküvőt? Én! Ki ez? Én ismerem. A vízóra leolvasom. Én meg ott ülök, átul fogom a kezét. Hallgass már! Mondjuk halka mi is, hogy igen. Hallgass! Jó, elmegyünk Amsterdamba, téged is elveszem. Ha nem vagyok szűncsbe, megint betapasztam a szádat. Gyerekek. Amikor a szertartás lenne, én bőven már a szénakazalban lennék a vízorra leolvasom. Mondd, hogy igen, te is mondd, hogy igen. Látod, ők is összeházasodnak. Egyszer ez nekünk is sikerül, egyszer. Meghallanak minket itt a szénakazalban, meghallanak. Ja, gyerekek, tényleg komolyan mondom, meg kéne csinálni. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Na jó, amikor így ébredezik a szálloda, nem? Itt szállingoznak a vendégek, kelnek. Mellettünk csúnyán néznek ránk a mellettünk lévő szobából. Így van, szerintem pont a negyedik vendég csekkol át innen, mert hogy nem tud aludni. Igen, nem annyira kedvelik a mellettünk lévő szobát, én nem értem, hogy miért. Olyan csendes, pedig nyugis helyez. Igen, itt, hát igen, mi egy szobából rádiózunk, ugye tulajdonképpen, innen már a mi vágónk átcsekkolt, és ha ezt a szobát itt kiadják mellőlünk, akkor előbb-utóbb vagy minket tesznek el lábalól, vagy ezt a szobát nem fogják értékesíteni. Ez büntető. Igen. Ez büntető. Na mindegy. Én azt nem tudom megszokni, hogy állandóan kiraknak mindent így az ajtók elé. És ugye az este elfogyasztott vacsora maradékait, stb. Most az éjszobám mellett majdnem elbotlottam egy vasalódeszkába, meg egy vasallóba, amit nem én kértem, mert hoztam magammal egy részt, másrészt. Hát ezt nem hiszem el. Meg felmagyom, hogy persze, most felugrottam megnézni, hogy megszáradtak az oknyaim, de az a baj, hogy annyira boros az idő, és annyira magas a páratartalom, hogy olyan nehezen száradnak mostanában, hogy ez valami hihetetlen. Még mielőtt lefeküdtem, kimostam, kiöblítettem. Hozzak neked tiszt az oknit az éből a plázában. Konkrétan 100 kunáért adatom be az összes eddigi két hetes tuccomat, a farmerjémat, a gatyáimat, az oknyémat. Szállj már, hagyd már be ezt a teregetést. Én még nem voltam a szobában, és köszönöm, hogy szemben kérdezkedek, de légy szíves. Nem, én utána kérdeztem ennek a dolognak, és mondta a stylist lányunk, hogy ha eltűnik valami, az biztos, hogy az okni. Én meg nem szeretném, ha eltűnik az okni. Én a mosás nem közben komfortos. Nem fogom beadni. Nem fogom beadni. Most és te vagy kiborulva azon, hogy egyébként valaki szobaszervizből kér valamit, és leteszi az ajtó elé, miközben zoknik lógnak a fürdőszobában. A szobák előtt történnek ezek az események, nem pedig a szobában. És egyébként nagyon mutatósan szépen minden párosítva van az összes zokni. Érted, szürke mellett, szürke fekete mellett, fekete. Nem, a bálfákat használom rá. Ugye, be kell, hogy kérdezkedjek hozzá, te már többször voltál nálam, hogy lásd, micsoda káosz van az én szobámban. Én még nem voltam nála, de hogy én kommandozok és felrakok egy képet a Facebookra, te szárad az okniairól. Megtudtam, hogy van itt Netsprüdon olyan mosás, hogy megvárhatod, 2 óra alatt kimossák, kiszárítják, ott így vagy, van. Nem lopják. Én nem semmiemet nem féltem, csak a farmerjaimat, mert hogy imádom a gatyáimat, tőle mindenemet elvehetik, a farmerjaimat nem adok. De nem gondolkoztál egy ilyen... A farmerod a mindenem. A farmerom a mindenem, igen, tényleg nem vannak, nagyon szeretem őket, tehát azokat nem adom oda. De hogy miért nem adod be egy ilyenre? Hogy mosod? Engem az érdekel, hogy fogod kis szappannal, vizet engedsz a mosdóba, belerakod, és egy ilyen kis barnás, kicsit ilyen víz zokniáztat a vízben, ott áztatod a zokniaidat? Meleg víz a mosdóba, bele az összes zokni. Oh. Kicsit felpuhulnak. Felpuhulás után nem. Felhúzom a kezemre. Gyere, ígyunk egy kávét. Az felhúzom az egyik kezemre, az egyik pár. Hallgass meg, mert tanulságos. Szappannal bedörgölöm, utána pedig felhúzom a másikat, és a beszappanozott zoknival összedörzsöd. Lassan mondom, hát ha valaki írja. De ez tehát annyira. A beszappanozott fél pár zoknival elkezdem, mint amikor a Ferinek, hogy hívják ott, friss prosuttót hoznak valahonnan, és összedörgöli elégedetlen a kis kezeit, és azt mondja, hogy azt a mindenségét. De finom le-
Oké, ez megvan, utána kiöblítem, vettem nagyon finom, nagyon ilyen kellemes, nagyon finom orhida illetú öblítőt, természetesen extra value kiszerelésben, és azzal szépen kiöblítem. Kiöblítem, kicsavarom, kiteregetem. De hova teregeted? Föl oda a törőközőtartóra, illetve azt csinálom, hogy a belső szobalámpákon, ezek ilyen karos szobalámpák, mint például ez. Komolyan van a tejjel. Ráakasztok két válfát, és ez nem is miattam, hagyd abban. A válfák alján elfér két-három pár zokni is keresztrúdon, és ezt akasztom föl. Annyira pronyó. És hova teszed a törőközőt? Azért akasztom a tévé mögé közvetlenül, mert a tévéből árad a hő. Aha. Sokkal jobban szárad, hogyha közben tévét nézek, ugye a hőt termel a televízió. És nem szeretem a felesleges, ez a felesleges hőt termel. Lógnak a lámpán? Igen, én a tévé mögött. Én nem megyek be hozzá. A tévé mögött ott lógnak. És a légkondira még nem tettél? Nem. Ja, hát az nem. Az nem. Jó, ha a törölköző tartón vannak az okniaid, akkor hol tartod a törölközőt? A kátszélén. De jó! A kátszélére vannak rakva, azt nem értem egyébként, hogy állandóan elviszik a törölközőimet. Például ezt se értem. Én egy törölközőt használok, mindig odafigyek rám, mint akár csak otthon, hogy adott esetben, hogyha szükségem van, akkor is inkább mint tőlem egy törölközőt használok. Minden nap újat kapok, és imádom. És állandóan elviszik a tiszta törölközőket, teljesen feleslegesen. Ezt nem értem. De mondd meg nekem most, tök gyakorlati kérdés. Kihozol 20 pár rohadmányos zoknit? 10 párat hoztam, de nem rohadmányos, hogy egész vállalkozni. Én hoztam 20-at. Elhasználsz belőle 8-at. Igen. Amikor látod, hogy 2 darabban fogod a kis lidlös kis kis szatyrodat, belerakod az oknit, nem, nem lidlös, a moszkvai olimpiának a Misa mackója van még rajta. Kifizetsz 100 rohadmányos kunát, odaadod nekik, és egy nap alatt kimossák. Mi történik? Marad egy zoknit még holnapra, és jön 8 frissen mosott, jó illatú zokni. Nem kell a csillára teregetni, nem kell a fürdőszobába teregetni, nem kell ez a balkáni vircsak. Meg tudom én csinálni. De nem adja kérkezéből az okniait. Hát neki kötődése van. Hát mi behoz a rohadmányos mosodába? Épp magyar ember vagyok, hát ki tudok most magam után. Mi az, hogy mit félt az okni? 20 éve ugyanezt a 10 párat hordja, úgy vigyáz rá. Nem a mosással van bajom, mert szeretem, hogy te vigyázol a környezetre és kimosod. Nekem a szárítással van a bajom, hogy hírünket viszik ebben az országban, hogy a magyar a villanykörtén és a villanypoznán szárítja az okniát. Érted? Tehát így is sokszor mondják, hogy Balkán vagyunk, így is sokszor mondják, hogy olyanok vagyunk, mint nem tudom, nagyon Kelet-Európa. Miért kell nekem Dél-Afrikában még a hírünket? Na most egy nagyon picit komolyra fordítva szó. Miért nem mosatod ki? Az én szobámba, ha bejönnek, azon kívül, hogy mondjuk ki vannak teregetve az oknik. A csillára? Hát részben igen, de hogyha az én szobámba bejönnek, ott azért mindent találnak, csak rendetlenséget meg használ. Tehát, nem hogy, úgy, hogy az alapján, ahogy az én szobám kinéz, nem hiszem, hogy a Balkán jut az eszükbe, ha egyáltalán tudják, hogy ez hol van. Na de várjál! Tehát az én szobámban rendetlenség van. Most melyik a Nem, a te szobádban nem rendetlenség van, Kupi. A te szobádban egy sikertelen bomba hatástalanítása következményeit lehet látni. És mi van mindig kiemelve egy szentélyen? A teniszütőm. Az így le van támasztva. Ahhoz senki nem nyúlhat, az le van úgy támasztva. Úgy aszol édes kis teniszütő. Konkrétan tegnap szervágattam picit, le van támasztva, a ruhák össze-vissza, bőrön, nem tudom, de a teniszütő a falnak neki támasztva a kis fotelba. De most mi a jobb takarítói szemmel? Bemegyek egy szobába, ahol látom, hogy itt élnek, és kicsit kupi van. Bemegyek egy olyan szobába, ahol élire van hajtogatva a takaró, 3 hete ugyanazt a törölközőt használod, de zoknik lógnak a lámpáról. Takarítóként én azt gondolnám, hogy de jobb hogy lógna? Az a szoba. De hogy lógna? Jobb az a szoba. Rendben, fegyelemben, szépen, akkurátusan. Érted? Tehát ugye, engem még így tanítottak. Érted? Nekem az apám megtanította, hogy olyan nadrágom van, ami éle van, a szépen összehajtom, úgy teszem le este a fotelnek vagy Istenem. A széknek a karfájára, hogy ez normális, katona. Hogy ne kelljen már, ráadásul meg ez is. Én, tehát, én még voltam katona, engem megtanítottak arra, hogy normálisan nézzenek ki a cuccaim. Boxer asók is lógnak a csilláról? Mire számít csak átmegyek, mert tudja, hogy fölrakok egy képet a Facebookra, vagy az Instagramunkra vannak, vagy csak zoknik van. Így. Lógnak a boxer, de nem boxer asó, neked ilyen fecske. Az is van, persze. Is, de azt ne fotózd le, mert úgyse hinnék el a kedves hallgatók, hogy a zeném, mert vannak köztünk márkások is. Jó, azokat tőlem loptad. Azokat átjöttél hozzám, nem, és elloptad tőlem. Persze. Nem hiszik el. Be kell mennem hozzád. És mindez, amikor szárítod, akkor kicsit ilyen párásabb a levegő nálad? Nem, különösebben. Nem, mert kinyitom mindig az ablakot, hogy azért legyen egy áramlás. Döbbenetes. Akkor eleve sokkal gyorsabban szárad. Figyeljetek, srácok, bocsánat, vannak hibáim, az egyik az, hogy így
így szerettem így rendben tartani a dolgaimat. Döbbenetes vagy, komolyan mondom. Pedig tényleg naponta vagyok veled elég sokat, hosszú évek óta, de hogy ez egyszer nem. De nála könnyebb takarítani például, érted? Gyorsabb, felesleges takarítani. Az a baj, hogy én soha... Egy porszívózás csak megengedem. Nem is oda, múltkor megyek, mit látok, kiveszi a porszívót a kezéből, és magának porszívózik, érted? Konkrétan kihagyják a szobáját. Nincs mit takarítani. Most szóltam nekik egyébként, hogy ezekből a műanyag kanalakból ne hozzanak minden nap. A rohadékok hoznak új műanyag kanalat. Mert úgy van, hogy mindig le van cellofánozva, ugye kettő darab műanyag kanál. És akkor így bejött a hölgy, és akkor, hogyha jeleztem neki, no, nem kérek. No kanál, nem érted, baby. Fekete gyöngyszemem, nézd már a szemembe. Mióta fürdesz ugyanazzal a törölközővel, mióta itt vagyunk? Nem, az a baj, hogy mindig kicserélik. Ha meg eldugom, hoznak másikat. Hogy komolyan mondom, bennem van a hiba, de bennem, higgyétek el, bennem egy ilyen kélyes borzongás fut át, amikor így belépek ki a kis fürdőszoba messzen, és azt látom, hogy új török. Végre, és mind a négyet elhasználhatod. Kiborítsalak. Fogok egy kicsit törölközőt, leterítem a földre, hogy legyen mire kilépni. Hiszen, ha a zuhanyból... Egyébként van kilépő, de ha a zuhanyból kifolyik a víz, friss törölközőre lépjek. Fogok egy másik törölközőt, ráhajtom a kádra, azzal törlöm is testemet, és fogok egy harmadik törölközőt, azzal törölöm frissen mosott hajacskám, és közben kélyes élvezettel és borzongással gondolok rá. Aztán meggondolod magad, és visszamész a zuhanyra, és még egy kicsit vereted a testedet forró, meleg. És amikor már 25 perce veretem magam a forró zuhannyal, kilépek még, és még elhasználok egy törölközőt, és mindezt szeretem. Figyeljetek! Ezért vagyunk mi jó. Na. Páros, mert hogy te egyet, én négyet. Ugye, és oké, hogy a cég fizeti, én ettől függetlenül ezt óriási pazarlásnak tartom. Tehát, hogy rosszul élem meg ezeket a dolgokat. Tényleg. Semmiféle pazarlással kapcsolatos élményem nincs. Semmiféle ilyenkor. Rossz élményem gyerekek, nincs. Semmi. Komolyan mondom. Figyeljetek, a magyar szállodákban például nagyon okosan, ki van már írva nagyon sok helyen, hogy igen, ez hogy itt ugye, is ki van. Rengeteg, igen, ki van itt írva. Ki van írva, hogy ha ledobod csak, akkor viszik el, ha nem dobod, de nem viszik na, el. Na nekem rossz tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, mindig mert akkor is elviszik, hogyha... Hogyha azért, mert én bemegyek a szobádba, és ledobálom a földön. Jó, de neked minden a földön van, persze, hogy elviszi. Tőlem elvinnék a ruhákat is, meg a farmerokat is, mert nálam minden a földön. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor,